Halálfiai. Babits Mihály regényét rádióra alkalmazta Moravec Imre. Első rész. A szereposztás a következő. Dr. Hintás Gyula, Básti Lajos. Erzsi a felesége, Máté Erzsi. Sátordi Mihály, Bicskei Tibor. Nelli a felesége, Vas Éva. Cenci, Sulyok Mária. Döme bácsi, Kis Ferenc. Történik a Dunántúlon az első világháború előtti évtizedekben. Szépen beszélt a pap. Szegény Jóskám. Oszlopunk volt ő nekünk. Megtartó oszlopunk. Mi lesz velünk, Istenem? Mi lesz? Erősnek kell lenned, húgom. Szegény Jóskát fel nem támaszthatjuk. Meghalt az én drága jó uram. Neked kell helytállanod a gyerekeidért. Józsó ma holnap végez a jogon. Megáll a maga lábán. Nellit add férjhez mi hamarabb. Jolán talán nem is baj, ha itt marad melletted. Jolán nem is akar férjhez menni. Amit a megyétől kapsz nyugdíjat, ez nagyon kevés. Jól meg kell fognod a pénzt. Az adósságot azt kell leghamarabb rendezni. De miből? Gondolkoztam ezen is. Azt tudom javasolni, add el a szőlődet. A szőlőt, amit hozományba kaptam édesapáméktól, az ősi jusból, ezt nem gondolhatod komolyan. De igen, komolyan gondoltam. Másképp nem megy. A szőlőt nem adom. Inkább összehúzzuk magunkat. Ha kell, sorba kilincselek mindenkit a megyénél. A szőlő még sokat fizet nekünk, majd meglátod. Majd én megmutatom. Hogy tudnád, te gyámoltalan özvegy, akinek a gyermekeivel is elég baja van a szőlőnek utána nézni, a hegyet járni, parasztokkal veszekedni, a vincellért glédában tartani. Ameddig én élek, az a szőlő nekem terem. Aztán majd a gyerekeim elprédálhatják. Szabad bejönni? Miska, fiam. Cenci néni, még nem volt alkalmam. Engedjék meg, hogy drága Józsi bátyánk elhunytával őszinte részvétel. Köszönöm, fiam. A szívből jövő részvét balzsam a fájó sebre. Na, ülj le! Iszol egy kis szilvóriumot? Köszönöm. Mondd csak, fiam, hogyan képzeled a jövődet? Hallom, a jogi vizsgáidat már letetted. Magam sem tudom még, kedves bátyám. A legszívesebben itt maradnék Gádoroson, hol apáim is éltek boldog nyugalomban. De hát törvényszék csak Sóton van. Na és ahhoz nem volna kedved? Most üresedett az aljegyzői állás. A megyénél jó barátaim vannak. Segíthet. Köszönöm, Döme bácsi. Végeredményben hasznos polgára lehet az ember a hazának, bárhol legyen is. Igazad van, édes fiam. És út nem akármilyen helyen. Gimnázium, úri kaszinó, gőzmalom. Én otthon szeretnék mi hamarabb, Cenci néni. Melegszívű hitvest, gyerekeket, tiszta életet. Szép elgondolás, derék eszmék. És ahhoz, hogy megvalósuljon, csak egyet tanácsolok. Vedd el feleségül a lányomat, Nellit. Nekem adna Nellikét? Istenem, Cenci néni, hát ezt komolyan gondolja? Persze, hogy komolyan. Titeket az Isten is egymásnak teremtett. Ó, ez a nap lesz életem legboldogabb napja. Feleségül vesz a Nellikét. Feleségül. De csak akkor, ha aljegyző leszel Sóton. Addig várni fogtok. Oh,
Drága Döme bácsi, mindent magának köszönhetünk. Ugyan, lányom, csak kötelesség, rokoni kötelesség. Olyan nekem még mindig, mintha álmodnék. A házunknál megjelenik Miska, megkéri a kezem, 3 hónap múlva esküvő, közben a kinevezés a megyéhez, és már itt is vagyunk Sóton Döme bácsi házában. Adj hálát az Istennek, hogy így sikerült. Miska derék ember, sokra viheti. Én nagyon szeretem. De nem csak szeretem, tisztelem. Igen, tisztelem is őt. Én meg örülök, hogy végre egy kis élet költözik a házamba. Az emelet a tiétek. Döme bácsi olyan jóságos hozzánk. Itt maradhattok, amíg szebb házat nem tudtok venni. Szebbet? Hisz ez valóságos palota. Erre tessék, parancsoljatok. Ó, köszönjük. Miska, erre jöjjenek. Itt az én kis feleségem. Vendégeink vannak. Hintási Gyula kedves jogászbarátom és a feleség. Jó, ne! Hát ne ilyen feszesen ezt a bemutatkozást. Testvérek vagyunk, igaz? Testvéri barátok. Az én Miskám felesége nekem nem lehet idegen hölgy. Csókolom a drága kis kezét. Örvendek. Miska már beszélt magáról. Ja, én pedig, igen, mint rokont köszöntelek, hisz Döme bácsi révén sógorságban vagyunk. Csókolak, drágám. Szép asszony. Hé, pompás asszony. Gratulálok a feleségedhez, Miskám. Köszönöm. Ők ketten Erzsikémmel testvérek lesznek. Jaj, mennyire örülök, hogy ide jöttetek. Sót, olyan unalmas helyet, senki nincs. De senki a világon. Hát legalább veletek irodalomról, művészetről beszélhetünk néha. Oly, nehezen jut könyvhöz az ember. Jaj, hát nekünk megvan az egész jókor. Igen. Hát kölcsön adjuk. Engedjétek meg, anyósom szőlőjében termett, no, 8 éves muskotár. Cenci néni, bora, bravo, hogy vetnék meg ilyen híres nedűt? Hát igyunk. Igyunk. Egészségünkre. Egészségünkre. Jaj, de szép nap ez a mai, egyik legszebb napja életemnek. Egymás mellé ültetett bennünket az élet. Nem csak az egyetemen, itt Sóton is. Én ügyvéd vagyok, te Miskám, bíró. Kutyamacska. Miért volnánk mi kutyamacska? Egy a gazdán, az igazság. Igen, 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 de te az állam embere vagy. Az én mitológiám fő istene. A függetlenség. Már bocsáss meg, de az én szememben az állam maga az igazság. Ezt szolgálni dicsőséges függés. Nem tagadom, csak sok a kötelem. Igaz? És kevés a fizetség. Igaz? Az ügyvéd annyi jövedelmet teremthet magának, amennyit csak akar. Többre becsülöm a biztosat a soknál. Jaj, maguk férfiak mindig ilyen súlyos dolgokról beszélnek. Gyere, Erzsikém, hagyjuk itt őket. Menjünk a kertbe. Panama és nepotizmus, ezzel találod szembe magad, drága barátom. Milyen szépek ezek a tearózsák. Tavaly ültettük őket Döme bácsival. Szereted a virágokat? A sárga rózsa a kedvencem. Mesélte Döme bácsi, hogy ti olyan nagy stílűen éltek. Ó, nagy stílűen. Drágám, Sóton, ha az ember egy kicsit többet akar, már a nagy stílűséget varják a nyakába. Igaz, hogy a férjednek újságja is van? Igaz, sőt, még én is írok bele. Te? Igen, épp itt van nálam a legfrissebb szám. Nézd csak ezt, nézd csak ezt a tárcát, ezt én írtam. Itt a nevem. Béta, álnév alatt írsz? Nem egészen. Béta az én nevem. Ah. Eliza Béta. Ah. Te itt megnézd, aludj. Ez Gyulát jelenti. Soha sem gondoltam volna. Gyula művelt, nagy látókörű ember. Kicsi neki ez a sóti világ. Ti hogy ismertétek meg egymást? Hát a megyebálon táncoltatott, csak engem, éjféltől hajnalig, és még ott megkérte a kezem. Aztán kijárta a diszpenzációt. Vasárnap volt a megyebál, és csütörtökön már férj és feleség voltunk. És mit szólt mindehez a mamát? Hát őt nem kérdeztem. Mondd csak, te nem vagy féltékeny soha, mert én borzasztóan féltékeny vagyok. Gyula oly kiváló, oly kedves ember is, és minden szép asszonynak udvarol. Neked is fog majd udvarolni. Nekem? A te férjed? Igen. Egészen biztos vagyok ebben. Most ugyan a színésznők jobban érdeklik. Képzeld csak. Minden nap színházba megyünk. Olyan nagy baj a színházba menni.
Csodálatos bánata itt vannak. Hát azt beszélik, hogy Gyula sejemruhát vett a primadonnának. Azt beszélik, azt beszélik. Hát tudod mit, úgy fog ki rajtuk, hogy ne hidd el. Gyula talán nem is volna képes ilyesmire. Ő? Mindenre képes. Megölt az anyját. Gyula, szörnyűségeket beszélsz. Még joghallgató korában. Mikor már nem tudott több pénzt kipumpolni, beletetett az újságba, hogy főbelőtte magát. Azt hitte, hogy ez kellő izgalmat teremt majd egy újabb pénzösszeghez. És? Mi történt? Anyja, mikor elolvasta, szörnyet halt. Ha én ezt hinném, nem élhetnék vele. Nem értette ezt, Nellikém. Így Gyuláért minden tűrést vállalok, mert szeretem. Megszületett a kis trón örököm. Sátordi Imre. Ez igen. Gratulálok, édes Miskám. Gratulálom. Tisztára az apja. Köszönöm, kedveseim. Késcsók hódolat a szép asszonynak, aki téged ezzel a remek fiúval megajándékozott. Képzeljék, Miska nem hitte, hogy fiú lesz. De én tudtam, nem is vártam más. Remek kis katona lesz. Milyen katona, tám? Osztrák katona? Bíznunk kell a 67-es szerződésben, Döme bácsi. Deák Ferenc mégiscsak helyreállította a jogrendet, az államot. Ugyan, azt hiszitek, az állam örökké tart. Ha majd eljön a nemzetek ítéletnapja és Ausztria széthullik, ti a romjai alá fogtok temetkezni. Mert hozzá kötöttétek magatokat. Én azt mondom, nem kell a jövő rémeit idéznünk, hanem bölcs mérséklettel a jelen viszonyaihoz kell alkalmazkodni. Hogyan kérlek, bölcs mérséklet is, alkalmazkodás, elvtelenség és korrupció, nevezd csak így, öcsém. Én csak a jövőt nézem, a múlt már elmúlt, a jelen az fakó, unalmas, de a jövő, barátaim, az sok mindent tartogat. Mert mi minden lehet meg ebből a fiúból, költő, nemzeti hős, államférfi, bejárhatja a vadak országait, véres háborúkban aradhat diadal. Isten őriz tőle. Jó, vagy tudós, elleseti a repülés titkát a madaraktól. Szárnyakkal ajándékozhatja meg az emberiséget. Ó, ha Gyula eszét is egy fiú örökölhette volna. Na, többet fog amíg itt a lányunk tudni, mint egy fiú. Gimnáziumba járatom, miért ne? Igaz, modern időket élünk. Virginiában van egy nő, egyetemi tanár. És svéd városban asszony a polgármester. Lánynak főzőkanál mellett a helye. Azt mondom, ne szaporítsuk tovább a szót, elő a kártyával. Ti meg asszonyok, menjetek, plegykálkodjatok. Na, itt van már a negyedik is, Dezső bátyám. Éppen osztani akartunk. Vaj, jól csináltad ezt a pogácsát? Igen, de nem lett olyan omlós, mint a tiéd. Ugyan, kitűnő. Jaj, valami felséges. Megvetted már a barackot a lekvárfőzéshez? Igen. Menjek segíteni. Édes Nellikém, köszönöm a segítségedet, de nagyobb bajban vagyok, tudod. Úgy kifogytam. Nincs pénzem cukorra. Oh. Egy krajcár sincs otthon is. Tudod, Gyulával nem lehet beszélni. Hát más világban adok én neked, él. adok szívesen. Félek Gyulától, félek minden hangos szótól, mert ha egyszer igazán összeveszünk, mi lesz akkor velem? Istenem, mi lesz velem? Pap. Egyszer voltam, kicsaptak. Olyan ez a te unokád, mint egy kis béka. Ugyan már, miket beszélsz. No, jó, hát okos kis béka, azt meg kell adni. Nem is béka, kis katona. Jaj, elnézem, van ez a fiú, mint szegény uram volt. Tisztára a nagyapja. Örülj neki, az jó vér. Szegény Jóskát még most is nagy szeretettel emlegetik. Megy ezerte. Istenem, milyen nagy dolog is ez. Megszületik egy kis élet, elindul a pályán.
És ki tudja, mi lesz belőle. Derék embernek lenni, kinek-kinek a maga helyén szolgálni a hazát, ez a legszebb dolog, amit az életben elérhetünk. A világ halad, a föld forog. Ki tudja, milyen idők járnak addigra, mire felnő. Csak rosszabb világ jön, hidd el. Az a baj, hogy Deák Ferenc nem bízott a nemzet erejébe. Ne bántsd, ő a haza bölcse. Ezt a nevet meg is érdemli. Esze és karaktere előtt én is kalapot emelek. De megbocsáthatatlan bűnnek tartom föladni a nemzet jogait. Csak beszélsz. De amit mondasz, szerencsére te magad se veszed komolyan. A világ tulajdonképpen mindig egyforma. Vannak jó és vannak rossz emberek. Csak az boldogul, aki magának kapar. Ja, én is holnap visszamegyek Gádorosra. A Vincellér már vár, kezdődik a szőlőben a munka. Nyitás, meccés, permetezés. Maradj még, Cenci. Hát hova sietnél? Hát legalább a jövő hetet párt. Jaj, édes dömém, hogy tehetném én azt. Csak az anyai aggódás hozott ide, látni akartam Nellikémet, meg a kisunokát. Vár engem otthon a temérdek munka. És pihenni sose kell? Pihenni? Hova gondolsz? Nekem kell ott mindennek utána nézni. A szőlő csak úgy fizet, ha rajta tartom a szemem. El kéne adnod azt a szőlőt. Minek vesződsz vele? Hova gondolsz? Nem válok én meg egy talp alatnyitól sem. Ameddig élek, az nekem terem. Látnád csak, hogy híznak a fürtök. A negyedik szüretet csinálom egyedül. Megnézheti bárki, hogy emelkedik a krétajel a kád oldalán. Minden évben több a borom. Fogy is az adósság szépen a bankban. Az is, amit szegény uram hagyott rám, az is, amit én vettem fel a szülőre. Tőlem egy krajcár sem megy veszendőbe. A gyerekeid majd elprédálják. Nem hiszem. A szőlő Józsóé lesz, ő nem olyan fajta. Jolán kapja a házat, Nelli meg a pénzt. Talán majd ők is házat vesznek. Ugyan, ha minek vennének? Úgyis kihalok én ebből nem sokára. Akkor aztán lakhatják a földszintet is. Jó vagy hozzájuk, Döme. Derék ember ez a Miska, meg is érdemli. Dicsérik a főnökei. Sokra viheti a megyénél. Csak ez a barátjuk. Ez a hintás nem tetszik nekem, ahogy ott ugrál Nelli körül. Ugye bolondos figura. Azt mondják, primadonnát öltöztet. Szegény Erzsi meg idejár lisztet tojást kérencsélni Nellihez. Erzsi rokonunk, az más. De a férje nem sokat érdemel. Meglásd, még egyszer ott hagyja azt a szegény asszonyt. Jaj, megbolondult a világ, az a baj. Semmi sem lesz már ebből az országból. Prédára kerül minden. Mamának is most kellett elutazni, amikor nyakamon a lekvár főzés. Segítek én szívesen. Keverjen? Nem, boldogulok magam is. Milyen boldog asszony vagy te, Nelli. Szép és ügyes. Ugyan ne bolondozz, mert még elhiszem. Irigyellek, hogy lekötnek a ház gondjai. Ezekben kielégülést és megnyugvást találsz. Én látod, csak útállattól gondolok a hanyag háztartásomra. Persze neked más. Neked érdemes. Miska bölcs, erős férfi, itt áll melletted. De engem nincs, aki óvjon, vígasztaljon, babusgasson. Eltúlzod. Gyula is szeret téged. Talán az a baj, hogy sokat vagyok egyedül. Sokat unatkozom. Gyula hivatásánál fogva többet mozog, utazik. Igen, neki ott kell lennie mindenütt. Azt mondják, zseniális ember. Nem ülhet a felesége szoknyáján egész nap, de én sokszor nem tudom, mit gondoljak. De én azt hiszem, inkább zsarnok. Kegyetlen zsarnok, aki azt hiszi, hogy neki minden szabad. Vele már nem törődik, napokig rám sem néz. Ugyan rémeket látsz. Biztos sok a dolga mostanában. Ebből a lekvárban még cukor kell. Ja, kavargasd, légy szíves, míg beleöntöm. Úgy pöfög, forrít ez a barack, mint Dante poklában a szurok. Hogy jutnak eszedbe ilyenek? Mert téged szeret. Ki? Az uram. Gyula. Téged szeret. Ugyan, Erzsi.
Hova gondolsz? Ez tiszta képtelenség. Én olyan szerencsétlen vagyok. Csak a ruhát szereti már rajtam, ami a tiédhez hasonló. Gyula, Bolond, ne gyötörd magad. A végén mindig visszajön te hozzád. Én azért jó barátod maradok, Nelly. Akármi történik. Történhetne. Tudod mit? Én neked adom őt. Talán boldogabb leszek, hogyha veled tudom. Bolond vagy. Nekem van már uram. Szereted Miskát? Persze, hogy szeretem. De regényes lettél egyszerre, ilyesmiről nem szokás beszélni. Nem, nem szereted. Nem szerethetjük azt, akiért nincs okunk aggódni. Akiért nem ülünk fenn éjjelente, lesve a kocsik zörgését az utcán. Aki nem csal meg, aki mindig egyformán a miénk. A biztosat nem lehet szeretni. Erzsi, hagyd abba! Én szeretem az uramat. Tanulni fogok. Elvégzem a tanítónő képzőt. Gittával elvégeztetem a gimnáziumot. Aztán az egyetemet, mint Gyula gondolta. Ő örökölte a Gyula tehetségét. Noémi majd hivatalba megy. Dolgozni fogunk és tanulni. Új életet kezdtek. Dolgozni fogok. Nem magamért, a kislányaimért. És megmutatom, hogyan él egy asszony. Egy modern nő az eszével, a tehetségével. Férfi nélkül. Erre nem lesz szükség. Nelly, Nelly, én neked adom őt. Nekem csak szenvedés már. Én neked adom őt. Erzsi, megharagszom. Tettem én valamit? Bolond vagy. Itt hagylak. Téged szeret. Megyek, uzsonnát kell adni a gyereket. Várj! Akármi történik is, barátnők leszünk a sírig. És én nem fogok rád haragudni soha. Eresz, eresz! Egy elveszett asszony kerestetik. Hol a kis bíró? Már ki akartam doboltatni. Asszonyom, már kinő. Jaj, hát nem öröm látni két ilyen barátnőt. Nellik, én valami harapnivalót kérnénk. Kis sonkát hozhatok? Ne, Krisztián, semmi, semmi. Ne, figyelj csak, Miskám, holnap csinálunk egy kirándulást. Sótvidéki turisták egylete. Na, hogy hangzik ez? STE. Bennünk magyarokban semmi érzék a természet szépségei iránt. Sótnak gyönyörű vidéke van. Te, ha németek lennénk, útjelzések volnának itt, és menedékházak. Kimegyünk a Csörgetóhoz, jó? Egész napos kirándulás, oda kocsin, vissza vonaton. Holnap úgy sincs tárgyalásod. Azt hiszed, hogy csak akkor van dolgom, amikor tárgyalás van? A bunka várhat, te altasd el kissé a bíró szent lelki ismeretét. Kár volna ezért a gyönyörű időért. Hát menjetek magatok. Mi itthon maradunk. Mi magunk? Nélkületek? Ne. Nem, nem, barátom, mi sehová nem megyünk nélkületek. Az Isten is úgy akarja, hogy mi együtt járjunk. Ahol a jobb láb, mellette a bal is. A kocsit megrendelem, jó? Vissza vonaton jövünk, az aranzsőrt vállalom. Nelly küldte ki ezt a kancsó bort. Azt mondta, a Lugasba vársz valaki. Igen, Gyula ígérte, hogy még este átjön. Gyula? Hát mit akar itt ez a svihák? Svihák? Hát ez egy kicsit erős. Inkább bolond. Bolondos. Ahogyan minden gyanús dologba benne van. A kamara előtt is van valami suskusa. Amíg a törvényt nem sérti valaki... Miért kell megvárni, hogy a törvény sértse? Az én időben az ilyeneket kigolyózták a társaságban. Sok naivitás van benne, sose fog megkomolyodni, de felnőtt férfi. Nekem mi közöm a dolgaihoz? Mi között? Hogy mi között? Hát megmondom. Ha további szemet hunysz a dolgok felett, ezt a szegény Nellit szájára veszi a vénasszonyok hada. Vasárnap, mikor ez a szélelbélelt kocsit hozatott, és jobbról Erzsi, balról Nelly ült mellette, hát azon röhögött az egész korzó. Jön hintás a két feleségével. Vasárnap én hivatalos úton voltam. Nelly meg templom után Erzsivel. Nem Erzsivel, ezt értsd meg már, hintással. Ezt így látják Sóton. Meg a múltkori vörös rózsacsokor is egy kisé nagyra sikerült. Meg az éjjeli zene a mulatság után. Arcátlanság ez, barátom. Komoly férfi szóra van itt szükség. Szép jó estét kívánok. Jaj, tiszteletem, Döme bácsi. Kis viaskodásom volt az imént önmagammal.
Schöpringernél lett volna hivatalból szemlém, de akkor eszembe jutott az én Miska barátom invitálása. Sátordiék, kedélyes magyar ház, vidám fiúcska, eszményi, házias nő. Hagyva a kötelmet, ide siettem. Tessék, kerülj bejjebb, tessék. Köszönöm szépen. Nelly ötlete volt, hogy itt a Lugasban legyünk. Na, nekem mennem kell. Vár a tarok kompánia. Csak beszélgessetek, beszélgessetek. Hát foglalj helyet. Köszönöm. Szivart parancsolsz? Te, imént olvastam az újságban, hogy megvolt a parlamentben az a büdzsé tárgyalás. Meghányták, vetették derék képviselők, hogy mire költsék a sok adófizető pénzét. Mi? Milliók forognak most kockán, barátom. Pénz, 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 tenger, sok pénz. Az kellene valamennyiünknek. A pénz nálam elvont valami. Az életemben nem játszik szerepet. Elég a becsületes munkával teremtett tisztes megélhetés. Tisztes, biztos megélhetés, á? De hogy elég, barátom? A pénz az dicsőség. A pénz hatalom. Hatalom az ország életében, az állam kezében. Nem, barátom, te azt hiszed, hogy az állam van legfelül, s a guruló arany és ezüst pénzek csak apró kerekek. Na hát igen, jó sáros kerekecskék. És csodálkozni fogsz, majd meglátod, hogy az állam szekere sem arra szalad, amerre ti hagyjátok, hanem amerre a kerekek viszik. Nagy úr, a pénz, barátom. Attól függ mindig, kinek a kezében van. És mire költi? Jaj, te, ha sok pénzem van, mondjuk a sorsjegyet nyernék. Vagy Rothschild rám bízná egy pörét. Há? Még ha én magam lennék Rothschild. Vagy mondjuk föltalálnám a repülőgépet, vagy akár sikkasztanék, betörnék. Azt hiszed, itt maradnék sótor, ebben a tunya testpecségben. Nem, barátom, ha pénzem volna, szárnyalnék, hatalom lennék. A római császárok lelke ébredne föl bennem. Nekivágnék a világnak, de kitömött zsebekkel. Te tudod, én olyan vagyok, hogy örül a lelkem, ha a lokomotív szenes szagát, vagy a lovak jó istálló illatát érzem. Szökés, szökés a szürkeségből. Így jellemezném az utamat. No, apropó, ugye megyünk holnap. Hová? Hogy hová? Hát a Csörgetóra. Nem. Holnap nem. Na jó, hát. Akkor vasárnap. Feleséged ő nagysága is megígérte. Ez mi történt? Mint ha valami bántana. Csak nem én. De igen. Drága barátom. Fogalmam sincs, mivel bántottalak meg? Félő, ha a jövőben nem tartasz meg bizonyos distanciákat, kompromittálod a feleségemet. De édes Miskám, már csak az a változatlan barátság is megakadályozna ebben, amelyel irántad kora gyerekkoromtól fogva viseltetem. Azon kívül Nellike, már bocsáss meg, feleséged ő nagysága, valóságos angyal. Akit kompromittálni annyi lenne, mint aranyat rozsdásítani, mint feketére festeni a napon. Ismered is te a sóti vénasszonyokat? Már csak hivatali beosztásom miatt sem volna helyes. Miskám, hidd el, én megértem, én jogosnak találom férje aggodalmadat. Barancsa, mit kívánsz tőlem? Mit? Tessé, elképzeleted, hogy szomorú lenne számomra a családias érintkezésnek szoros fonalát durva kezekkel széttépni. Nem is tartanám ezt célra vezető panáceának. Nem. Minden feltűnés csak súlyos bítaná a helyzet. Mindig ügyes ember voltál, Gyula. Te meg fogod találni a módját. Kérlek, ha mégis azt kívánnád tőlem, hogy távozzak el, barátságunk nevében erre ígéretet teszek. Azonban egy természetes kikötést kell tennem. Nem értem. Amire figyelmeztettelek, az olyan természetű, hogy minden feltétel nélkül teljesítened kell. A feleségem jó hírnevéről van szó, nem? Ja, igazad van, barátom. Tényleg bocsánatot kérek. Rosszul fejeztem ki magamat. Amit ígértem, azt megteszem. De egy vallomással tartozom. Na, miféle bolondság sül ki megint ebből? Vallomásom egyszerűen és röviden így hangzik.
Én Nellit szeretem. Hogy merészeled ezt mondani? Jaj, drága barátom, ne érts félre. Én Nellit szeretem, de szerelmem tiszta. Szerelmem önzetlen. Szerény és távoli, mint a napra forgó szerelme a naphoz. Én szeretem Nellit, de Nelli erről nem sejt semmit. Igaz ez? Barátom, mondj rám akármit! Gyanúsíts a legszörnyűbb cselekedettel, amivel csak tudsz gyanúsítani. Csak a hitvesebben ne kételkedj. Ha ő sejtene valamit, azonnal szólna neked. Remélem, ebben igazad van. Természetes. Lehetetlen, hogy Nelli bármit is sejtsen a dologról. A te érzelmeidet én nem akarom bírálni. Azok a te magánügyeid. De beláthatod, hogy a magam családjának nyugalmán őrködni az én kötelességem. Elvárom tehát, hogy a feleségemtől ezután oly távol tartsad magadat, amint az az adott körülmények között csak lehetséges. Tökéletesen igazad van. Így is fog történni. Abban az esetben, ha Nellike maga is így kívánja. De és magad mondtad, hogy Nelli nem tud semmit? Ez ideig semmit. Azonban kívánnám... Azt kívánnád, hogy tudja? Igen, éppen ez volna a kikötésem, illetve, bocsáss meg, a kérésem. Fölösleg is tovább beszélünk. Az előbb még te fogadkoztál, hogy néma maradsz. Megállj, barátom. Megállj, amíg meg voltam győződve, vagy az imádott lény boldogsága azonos a nyugalmával, addig előttem szent volt ez a nyugalom. De nem minden boldogság azonos a nyugalom. Nem vagyok kíváncsi a filozofálásodra. Nézd, mi minden tekintetben különböző emberek vagyunk. Más világban élünk. Igen. Te, Miska, ugye az állam, a törvények, a biztos jövedelem embere vagy. Az én életem nincs fonálhoz kötve. Néha nincsen annyi pénzem, hogy a holnapról nyugodt legyen. Az a te hibád. De máskor ezrek vannak a tárcámban. Te meggondolod, ha Pestig akarsz menni. Én, amikor eszembe jut, elmegyek Velencébe. Minek deklamálsz nekem mindezt? Na már most ítéld meg, melyik méltóbb környezet, melyik méltóbb élet. Egy csodálatosan szép, egy imádatosan fiatal asszonynak. Bolond vagy, asszonyok bolondja. Igen, asszonyok bolondja voltam örök életemben. Mondhatom, mélyre hatoltam be a teremtésnek abban a legigézőbb és legizgatóbb rejtelmébe, amit asszonyi léleknek neveznek. Tudod, én olyan dolgokat láttam. Elég. Megtiltom, hogy ilyen hangon folytasd. Elfelejted, kiről van szó? A feleségemről. A feleséged boldogságáról van szó, és ezért kötelességed meghallgat. Nem te írod elő a kötelességeimet. Feleséged a hűség mintaképe. Minden érzése a tiéd. Igen, barátom, ha valaki egyetlen gondolatának fethetetlenségében kételkedni merne, én lennék az első, aki megleckésztetném. Párbajra hívnám a vakverőt. Na, ebben egyetértünk. Éppen ezért nem értelek. Mennél tökéletesebb ez a hitvesi hűség és szemérem. Annál inkább hasonlít valami szellemi rabsághoz. Ha igaz szeretetet akarsz, add meg a választás jogát és lehetőségét. Nyisd ki a szemeket, és engedd, hogy láss. Elég! Visszajössz a vendégszeretetemmel. Nagyon messzire mentél. Kedves, drága Miska. Nagyon messzire mentél. Én alávettem magam kívánságodnak. Kérlek, ha úgy kívánod, de nem szóltam egy szót sem. De hallgasd meg asszonyod szavát. Azt szeretném, hogy ő legyen a bíró. Egyetlen egy dolgot kérek tőled, de azt nem tagadhatod meg. A kiránduláson beszéljünk erről még egyszer. Adjé! Mi történt, szívem? Gyula? Hova tűnt? Semmi. Bolondság az egész. Gyula elment. Bolondos ember, egy szavát sem lehet komolyan venni. Házas ember létére úgy viselkedik, mint akinek minden szabad. De a könnyelműség még nem becsületbe vágó.
nagyszerű ötlet volt ez a kirándulás. Legalább én is megismerem ezt a híres csörgetót. Milyen fönséges a víz, az ember valósággal újjászületik benne. Nekem kissé hűvös. Hát tudod, azt hallottam, hogy az északi országokban a nők már nem hordják fürdéshez ezt a csupafodor ócskaságot. Ők már többet mutatnak idomaikból. Trikóban fürdeni. Ez nekem elképzelhetetlen. Miért? A test Isten teremtménye, nincs rajta szégyelni való. Nellikém, öltözni igen? Megyek Imruskával. Maga itt vár, itt várjon ránk, jó? Én is megyek, megkeresem Gyulát. A csárdában majd találkozunk. Jó szívem, nem sokára ott leszünk. Ó, hát itt a szép asszony. A sellők irigykedved nézik a vízből. Ne megijesztett. Jöjjön vízbe, hát valami felséges. Az ember alig akar megvárni. Nem, főre. Nem, fázom kissé. Mondja, hol van Miska? Öltözködik. Na, akkor megyek innen, mert Miskának megígértem. Mit ígért? Kicsit furcsa dolog. Képzelje, megígértem, hogy magával nem beszélek többé az ő távollétében. Hogy esik? Csak úgy szakad? Épp, hogy ideértünk. A vonat indulásáig még elállhat. Hé, hey, pincér! Miért azt a sík parancsolom? Bort, poharakat! Igenis? Kocincsunk. Úgyis utoljára vagyunk így együtt. Utoljára? Igen. Igen, úgy érzem magam, mint Napóleon Szentiron a szigetén. Körül zajonganak a dühös hullámok, és én lassanként egészen egyedül maradok. Árvaság szirkén. Nekem valamikor egész gyűjteményem volt Napóleonról. Valósággal szerelmes voltam Napóleonba. Volt egy képem, különösen érdekes, amely Boárné és Josephine-t ábrázolta, Napóleon elvált feleségét, akit a császár elhagyott, hogy elvehesse Mária Luizát, az ausztriai császár lányát. Szegény asszony, borzasztó lehetett. Napóleonnak ezt nem lett volna szabad csinálnia. Miért nem? Az asszonynak félre kell állnia az útból. Nem szabad, hogy gátja legyen a nagyszerű pályának. Én is így tennék. Te tudod, Nellikém, hogy én is így tennék. Erős lennék és magányos. Te nagyon jól tudod. Ahogy így hallgatlak benneteket, valami különös van a beszélgetésünkben. Micsoda? Minden szó, amit mondunk, valami régebbi dologra vonatkozik. Amiről külön-külön már beszéltünk egymásnak, de titkoljuk a többiek előtt. És én nem látom értelmét annak, hogy tovább is titkolózzunk. Vihar lesz. Én nem bánnám, ha már itt volna a vonat. Az élet tragikus. És nem csak Josephine-t kell sajnálnotok, hanem Napóleont is. Ő a hideg ész embere volt, igazi aszkéta. De vannak másféle Napóleonok is. Ők egy érzés Napóleonjai. És ez az egy érzés minden más emberi érzést elfojt bennük. Az ilyen számára nem létezik se becsület, se részvét, se... Elhiszi ezt, Nellike? Nem értem, miről beszél. A legnagyobb áldozat szeretni Josephine-t, és mégis odaadni azért, akit még jobban szeretünk, akire vérünknek, egyéniségünknek szüksége van. Azt hiszem, most már kimehetünk. Én azt mondom, bármi paradox ez, a Napóleonokat illeti a részvét, és a Josephine-eket a dicsőség. Bocsáss meg, édes Miskám, de miután utoljára vagyunk együtt... Miért utoljára? Mert én ura vagyok ígéretemnek. Fájdalmas ígéretet tettem Miska barátomnak. Jobb, ha arról most nem beszélsz. Ebben a különös világításban, ebben az elborult vihar előtti hangulatban úgy hangzik mindez, mint valami... gyászos és különös búcsúzás. Hiszen Nellike tudja, hogy mit mond Revicki. A világ csak hangulat. Hangulat? Igen, ez korunk szava. Bolond idegszálaink érzékenyek a hangulatok iránt.
Miért élünk itt kisvárosi pletykák bénító hálóiban, unott és pespet életet? Igaz ember elereszti a pletykát a füle mellett, mint a légyzümmögést. Aki férfi és munkás életet él, az nem... azt nem lohasztja le semmilyen hangulat. Évek vannak, amiket fel kell használni, percek, amik ránk várnak. Halljátok hát először is a következőt. Mi Erzsivel megállapodtunk barátilag, hogy visszaadjuk egymás szabadságát. Hangsúlyozom, barátságunk nem változik, de egymás köreit nem érintjük többé. Elválunk egymástól. Istenem, nem beszélhet komolyan. A környezet rabságban tart. Az ember akarata nem szabad. Ezért mondjuk mi egymásnak, légy szabad, mint ha sohasem ismertél volna. Tessék, asszony, férj, külön ember, külön egyéniség. Mi megpróbálunk korlát nélkül élni. Miket fecsegsz össze-vissza? Korlátra szükség van. Államra, törvényre, társas kötelékekre, ami nem bénít, hanem összeköt és erősít. Egyéniség, ugyan firkászok frázisa. Család, rabság! Ma már minden gondolkodó ember tudja ezt. A szabadság a nőt is megilleti. Bolond beszéd! A nő szabad! Szabad, és ha Nellike vágyai, álmai egy új élet felé szállnak. Gondolj csak a múltkori beszélgetésünkre. Nelli szabad? Elég! Most már elég ebből az aljas és felelőtlen beszédből. Igaz, hogy megígértette Gyulával, hogy ma utoljára vagyunk együtt? Nem! Nem! Mi együtt maradunk. Nekem szükségem van rád, Nellikém. Én barátod leszek, akármi történjék is. Mondtam már, mindent neked adok. Te szabad vagy, én is szabad vagyok. Két szabad nő, menjünk együtt. Vagy kövesd, akit szeretsz. Vonat. Nellike, hozza a kosarat. Én megváltom a jegyet. Hol a kabátom? Gyula, váltson jegyet gyorsan, mert lemaradunk. Hamar, hamar. Üljön fel ide. Ide, Nellike, ide. Foglaljunk helyet. Miska! Nem látom, hol van. Erzsi, a gyerekek. Foglaljunk csak, hát majd megtalálnak bennünket. Jesszusom! A vonat elindult, Miskáik lemaradtak, ugorjunk le! Nem, üljön csak le nyugodtan, biztosan beszálltok hátul. Nem, nem, húzza le az ablakot, kiáltsuk! Jaj, semmi értelme. A legközelebbi állomásig, amely már sót, még csak keresni se lehet őket. Amely bele kell törődni, hogy együtt utazunk haza. De hátra lemaradnak! Imruska! Nem, Imruska! Sose busuljon, ne busuljon Imruska, Miska majd vigyáz rá. De meghűl, meg kell őket keresni, keresse meg! De ha nincsenek itt, Nellike, másszak át az ütközőkön. Látja, Nellike, most én vigyázok magára, mintha én lennék az ura. Jaj, fázik. Jaj, szegény Nellike, ez maga egészen átrázott. Jöjjön szépen, tegye magára az én kabátomat, így lesz szépen. A hídnál vagyunk. Milyen hídnál? A hídnál. Az Istenért, hisz ez a pesti vonat. Húzza meg a vészféket, ki akarok szállni. Ugyan, Nellike, az első állomásnál kiszállunk. Nem, az lehetetlen, mit fognak mondani, ó Istenem, Istenem. Nellike, könyörgöm, ne sírjon, ne izgassa magát, nevetséges az egész. Még elcsípjük a sóti vonatot, és együtt megyünk haza Miskáékkal. Meglátja, ma még nevetni fog egy nagyon. Hazudik. Vagy úgy hazudom. Hazudik. Miért hazudik? Nellike, drága, én igazán ártatlan vagyok. Láttam, milyen zűrzavar volt, csak nem gondolja, hogy készakarva szállattam rossz vonatra. Mikor érünk a legközelebbi állomásra? 10 perc. És mikor megy onnan a vonat Sót felé? Az már elment. És a következő? Csak holnap reggel. Ereszten! Ereszten, kiszállok! Ne. Állítsa meg a vonatot! Mi, meghúzom a vészféket? Állítsa Miért meg. Ne, ha kívánja? Fizetem a büntetést, de figyelmeztetlen, hogy a botrány... A botrány... Hát jó, jó van, Nellike, figyeljen ide, hallgasson meg. Már én úgyis aljas, hitvány fráter vagyok, hát akkor bevallom, kész akarva szálltam fel magában a pesti vonatra. Hogy miért? Miért? Mert szeretem.
bölcs ember, alszik egyet a dologra, és nem formál elhamarkodott véleményt. Nelly talán hazament az anyjához Gádorosra. A nők kiszámíthatatlanok. A te helyzeted már az sem segít. Itt járt nálam délelőtt Gyülis néni. Azt mondja, Erzsi már tele kiabálta a várost. Már széthorták a botrány csiráit. Hol van Nelly? Hol van Gyula? Ezt kérdi mindenki. Nézze csak, sürgőn dobtak be. Ne aggódj, szerencsésen utazunk. Levél megy. Gyula. Mi? Utazunk? Szóval mégis megszöktek? Na, itt hagyta neked Imruskát. Ne keresd anyád! Imruskám! Szegény kis árvám! Melyem a gondját viselem, mintha csak az én gyerekem volna. Én megértem a maga izgalmát, Erzsike, de most okosan. Én nem vagyok izgatott. Én meg fogom mutatni a világnak, hogy egyedül is megállok a lábamon. Felnevelem a lányaimat. Tanítónő leszek. Én már számoltam mindennel. És nem tartom helyesnek a gyerekek előtt a titkolózást. Lássanak tisztán, és ne tápláljanak illúziókat az életről. Az én lányaim jól tudják már, milyen gazember az apjuk. Ugyan, Erzsike, tegnap még maga és Gyula zseniális jogait hirdette. Most az elhagyott nő oldalán van minden jog. Én lázadok. És Nelly, akit elcsábított, akit rászedett, mert másképpen hogyan is történhetett volna? Nelly nem volt lázadó. Vezetni lehetett. Kislány még ma is. Azt teszi, amit mondanak neki. Asszonyi kötelessége gépe volt ő. Ház és konyha mártírja. A szerelem vitt el talán. Ganimed és Sasa, mely anyákat épp úgy, mint gyermekeket gyakran elrakad. Bolondok. Mind. Mind. Itt az ősz. Ki tudja, hány napon még. És ők úgy dobják az ördögnek magukat, mintha örökké tartana az élet. Fiai. Babits Mihály regényét rádióra alkalmazta Moravec Imre. Az első rész hangzott el. A szereposztás a következő volt. Dr. Hintás Gyula, Básti Lajos. Erzsi a felesége, Máté Erzsi. Sátordi Mihály, Bicskei Tibor. Nelly a felesége, Vas Éva. Cenci, Sulyok Mária. Döme bácsi, Kis Ferenc. A technikai munkatárs Stul Béláné és Váci Györgyné volt. Zenéjét Töröketel állította össze. Szerkesztő Szabó József. Rendezte Cserés Miklós doktor. A hangfelvétel 1970-ben készült. Halálfiai. Babits Mihály regényét rádióra alkalmazta Moravec Imre. Második rész. Ismertetjük a szereposztást. Dr. Hintás Gyula, Básti Lajos. Erzsi a felesége, Máté Erzsi. Sátordi Mihály, Bicskei Tibor. Nelly a felesége, Vas Éva. Cenci, Sulyok Mária. Döme bácsi, Kis Ferenc. Jozsó bácsi, Gregus Zoltán. Sapringer úr, Izsóf Vilmos. Imrus, Fodor Tamás. Sanyi, Bálint András. Gitta, Tirring Viola. Noémi, Pécsi Ildikó. Tardi professzor, Sági István. Háziasszony, Rosti Magda. Portás, Sugár Mihály. Dodó, Zeitler Gabi.
Bence, hát ide is eljutottam, mint megszöktetett asszony, Hintás Gyula szeretője. Szeretője. Ahogy a szót kiejtem, borzalmas kínnal szakad rám a szégyen. Nemet kellett volna mondanom, az első állomáson ki kellett volna szállnom, vállalva a botrányt, a gyanúsítgatást, bármi áron is. Úgy látszik, nemet mondani nehezebb, mint igent. Csak az erős emberek képesek rá, és erre engem sohasem tanítottak. Elhagyott az erőm. A sors parancsa, amit vállalnom kell, ami a világ szemében bűn, kéj, botrány és szökés. Nem. Velencéből nincs már visszatérés. Megadom magam, mást mit is tehetnék. Lángok égetnek, s ezek a lángok felperzselik a múltamat, férjem és kisfiam szent képeit, az otthonomat, mindent. Keserű vezeklés jut már csak nekem. Miért van az, hogy az élet nem hagyja azt szeretnünk, akit szeretnénk? Megpróbálhatnám Gyulát úgy szeretni, mint Miskát, de a férjemet is szerettem-e? Voltaképpen azt sem tudom igazán, mi a szerelem. Amivel eddig találkoztam, az üres, sivár, kényszerű kötelesség volt. Most mindennek vége. Minden szép, rendes és illendő dolognak. Nem, szeretnem kell Gyulát, szeretnem kell, másképpen mi lenne ez az egész? Istenem, mi lenne? Mellike! Mellike! Jöjjön! Azt hiszem, találtam jó szállodát, ez megfelel nekünk. Jöjjön! No, jöjjön már! Parancsoljon, signore! Kérem, két ágyas szobát kaphatnék? Gyula, én inkább de külön... De bízza csak rám, Mellike! Hiszen házastársak vagyunk, nem? Feltűnést keltene, ha külön laknánk. Az első frontra tudok szobát adni. Ez a legszebb. Erkélyes, a tengerre néz. Há, kilátás a tengerre. Jaj, hát van ennél szebb. Na jó, kérem ezt a szobát. Igenis, signore. Kérem, a csomagjainkat is küldje fel. Reggelit tudnak adni? Hogyne, ha parancsolja a szobájába küldetem. Jó, igen, oda kérem. Két komplett nagy reggelit. Mert nekem most farkas étvágyam van. Most egy kicsit ismerkedni fog Velencével, drágám. Vásárolni megyünk a Mercheria. Nem, nincs szükségem semmire, már eddig is rengeteg pénzt költött. Ne törődjön a pénzzel, kedves. Azt akarom, hogy maga legyen Velence legszebb asszonya. Ismerje meg a vásárlás gyönyörét. Nem fogadhatom el magát. Ja, kis csacsi, hiszen a feleségem lesz. Csak nem hagyhatom egy szál ruhában. Aztán majd veszünk néhány ékszert, gyűrűt az ujjára, meg nyakláncot, meg brost, meg perecet. No, álljon csak meg egy percre. Nézze ezt a pompát. Jaj, de szép. Nézze, körös körül a palazzók sötét tarkasága, a templomok fensége, mint egy tündérmese színfalai. Nézze, és a vízről visszaverődő fények, ahogy kígyóznak, irizálva imbolyognak a sima márvány kövek. Jaj, hát van ennél csodálatosabb. Érezzük a mesében magunkat. Az elvarázsolt király és az ő királynője. Itt fogunk ebédelni a teraszon. Jaj, nem, az Istenért, ne szórja már úgy a pénzt. Valami egyszerű vendéglőben is ehetni. Jöjjön, ezt az ebédet még itt teszik a legelegánsabb étteremben. Étlapot, kardöven, királynőm, Istenem, szólj, kívánj, követelj, mi méltó ajkadra, gyöngyöt olvasszak a pezsgődbe, tokai. Ez pazarlás. Minek ennyit költeni? Csak a legjobbat, csak a legdrágábbat. Boté oblige. Vénusz ajkaihoz nektár illik. Ki gondol pénzre a szépség oldalán? Jaj, ti, asszonyok. Mit meg nem tennénk, értetek? Lopunk, csalunk egy mosolyatokért. Talán gyilkolunk is, és véres kézzel hozzuk oltáratokra az áldozatot.
Gyula, kérem. Tessék, szívem. Olyan különös érzésem van. Szédülök. Menjünk kisétálni egy kicsit a friss levegőre. Jaj. Fiunk lesz. Fiunk. Meglátja, Nellike. Fiam lesz. Jaj. Istenem, de régen vártam ezt a napot. És maga ajándékoz meg vele, Nellike. Ó, élet teljessége. Utódot bírni a legszebb asszonytól. Ez borzasztó. Nellikém, nem örül. Most már bonthatatlan kapcsok fűznek egymáshoz. Nem kétséges, hogy fiú lesz. Biztos, hogy fiú lesz. Megünnepeljük a mai estét emlékezetességgel avatni. Zenét hallgatunk, lampionos gondolát bérelek. No, mi az édes, megint szédül? Menjünk ki, menj, Gyula. Menjünk haza ebből az országból. Haza. 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 Hová haza? Visszavágyik? Tán éppen sótra? Mit látni akarja a vitus táncot? Nem. A váló pöröket, az enyémet és a magáét is a legsürgősebben beadom. Hűtlen elhagyás, simán fog menni, egyik legjobb ügyvédbarátomat kérem rá. Aztán, ha kimondták a válást, akkor visszamegyünk. Mennyi mocskot szórhatnak most ránk, mi? De majd irigyelni fognak. Mindenki minket néz, mindenki rólunk beszél. Annál jobb, büszkén, diadalmasan fogsz mellettem állni. Királynő, feleségem, fiamnak anyja. Nem megyünk még vacsorázni? Nagyon kívánom. Jó, de igen. Én csak azt nem tudom pillanatnyilag, miből fizetjük. Pillanatnyi pénzavarba kerültem. A macska rúgja meg. Nincs pénze? Nincs. Úristen. Mi lesz velünk? Ne féljen, galambocskám. A kedély a fontos. Úgy vagyunk itt most, mint két diák. Nem nagyszerű ez, mi? Két diák, akiknek nincs pénzük, és talán holnap talán szökniük kell a hotelből a kontó elő. Képzelje, ott hagyva a podgyászt, vagy dehogy is, kötélen ereztem le a koffereket az ablakból, éjjel. Maga meg az ablak alatt vár egy gondolán. Mi? Elég romantikus. A végén aztán magam is lecsúszom a kötélem, mint szökevény rab a vár árokba. Usgyé, vonatra! Nevetünk, mint két diák! Aztán egy úri gesztussal megküldöm a pénzt, inkább többet, mint a számla kitesz. Persze sajnos vonatra sincs pénzem, a macska rúgja, meg jó, ha a Lidói kijutunk. Itt minden lépés pénzbe kerül, és maga olyan pazarló. Ezt külön-külön élvezni kell. A szökött szerelmeseknek elfogy a pénzük idegen országban. Á, kit látnak szemeim? Jaj, ne szaladjon el, kedves Schöpringer úr. Ó, ügyvéd úr, alázatos tiszteletem. Alázatos tiszteletem. Kiszti Hand, nagyságos asszony. Jó napot. Jaj, van-e nagyobb öröm idegenben, mint honfitárssal találkozni? Mit keres errefelé? Üzleti ügy. Na, azért kis szórakozás is. Ugyan, kérem, gondolhat is egy hajszolt üzletember szórakozásra. Egyedül a helyi lapunk szerkesztése jelent kis szellemi üdülést. Igen. Az újságírás, de igen, az is csak úgy félkézről. Na, leülünk itt a teraszon. Jó, folytassuk a diskurzust. Nagyon megtisztel, ügyvéd úr. Ugye olyan ez a kivilágított öböl itt előttük, mint valami hatalmas csörgető. Jó nagy kis csörgető. Apropó, csörgető, mondja, mi újság Sóton? Köszörülik-e még a nyelvüket rajtunk? Mondja, mi vagyok, gyilkos, rűcsábász, sikkasztó? A feleségem beadta már ellenem a vállókra. Hogyan? Hát az ügyvéd urat nem értesítették? Azt hiszi, siettem a címemet megírni. Meghagyja-e a címét a pillangó, amikor új párjával szárgyak él. Ezt irigyelem. Áj, milyen szegény rabszolgák vagyunk mi, üzletemberek. Próbáljam én pár napig nem meghagyni a címemet. Már ma Vinnel beszéltem telefonon, kérem, és most meg Sóttal kell beszélnem. Hát, ez az én pihenésem. Hát, ha nem haragszik, én megyek. Ne fusson, kedves Schöpringer úr, úgy fut, mintha pumpolni akarnám. Azt mondta, Sóttal kell beszélnie. Kivel beszél? Az édesapámmal. Igen.
Nem tenne meg nekem egy szívességet? Kérem, ezer örömmel. Sok átka van a gazdagságnak, elismerem, de van egy előnye is. A gazdag ember mindig tehet szívességet megszorult barátainak. Megszorult barátokat lát maga előtt, drága Sapringer úr. Éppen az előbb mulattunk ezen Nellivel. Szökött szerelmesek pénz nélkül. Gyula, hogy beszél az Isten? Pénz kell gyorsan is. Sok új életet kezdek, Sapringer úr. Pestre költözöm, óriási terveim vannak. Kiléptem a vidéki lét kicsigyes karéből. A szerelem megszázszorozta erőimet. Napóleon vagyok, uram, Napóleon. Soha nem éreztem ilyen munkabírást. Tudja, egy nagyobb kölcsönről lenne szó, Sapringer úr. 100 000-eket mernék fölvenni, biztos tudatában, hogy megszerzem és visszafizetem. Mit gondol, Sapringer úr? Bocsásson meg, ügyvéd úr, ha őszinte leszek. Tessék. Igaz, hogy van bizonyos érdekeltségünk a Sóti Hitelbanknál, de hát ebben a különös időpontban és ilyen körülmények között... Milyen körülmények között? Hát, amíg az ügyvéd úr ügye el nem dől. Micsoda ügyről van szó, kérem? Úgy tudom, az ügyvéd úr ellen bizonyos ügyek tétettek folyamatba a kamaránál. Jaj, te még nem is tudja. Bocsánat, nagyság rosszul van? Nem. Köszönöm. Semmi kis szédülés. Az ő állapotában lévő asszonyoknál ez mindennapi. No, de micsoda ügyről beszél, Sapringer úr? Mondja, följelentés érkezett ellenem? Mi gyilkosság? Betörés? Nem, dehogy. És csupán bizonyos pénzekről van szó. De éppen a pénz dolgok azok, amik a bankot legfőképp érdeklik, amíg ezek tisztázva nincsenek. De hogyan tisztázom pénz nélkül, Sapringer úr? Életem forduló pontján állok, tán minden öntől függ, uram. Ön ment meg a börtöntől, önnek fogom köszönni a királyságomat. Reméljük, hogy nem olyan tragikus a dolog. Az apámmal ebben az ügyben nehéz lesz, de ha óhajtja, személyi kölcsönként rendelkezésére bocsájthatok egy 100-ast. Házassági értesítés, merített csontpapíron, aranyozott betűk. Alszegi Rásznál és dr. Hintás Gyula tisztelettel értesítik, hogy a mai napon Fiuméban házasságot kötöttek. Beteljesedett hát ez is. Gyulatán egyenesen nekem nyomotta ezt a csodálatos lapot. Ki hitte volna még csak egy évvel ezelőtt is. Ha előre lapozhatnánk a sorskönyvébe, de nem lehet. Azt kapjuk akkor és úgy, ahogy kiméretett. Talán jobb is így. Nelly egy becstelen társadalomból kitagadott ember karján távozott. De bűnös kapcsolatokat mégis enyhíti a házasság, a törvény megerősítő szava. Nem jelent akkora szégyent a fiunknak sem, aki itt maradt Isten ajándékaként mellette. És nem okosabbé férfiúi szeretetünk kincsét egy fejlődő fiúi lélekre költeni, mint a gyönge és megbízhatatlan asszonyra. Imrus, igen, ő lett életem értelme. Az ő lelkét apai szellemem acélként formálhatja. A hosszú séták együtt, a könyvek, képek magyarázata. Majd később az eszmék értelmezése lesznek csak az igazi nagy passziók. Volt már itt a postás? Igen. Na, és mit hozott? Ezt itt tessék elolvasni. Házassági értesítés, Rácz Nelly, Hintás Gyula. Na, ez is megtörtént. Aha. Hát nem vagytok ti igazi férfiak. Nem tudjátok megvédeni a magatokét. Mit tehettem volna? Mit tehettél volna?
karddal kellett volna neki menned az első éjjeli zene után, ugyan. Vagy lelőni párbajban, mint egy kutyát. Az az idő már elmúlt, Döme bácsi. Elvégre jogállamban élünk, a jog tisztasága. Igen, hogy ne papolj csak, papolj, papolj. Ja. Nincsenek már férfias erkölcsök. Másképp volt ez a mi időnkben. Akkor még volt becsület, virtus. Nelly kétségkívül bűnös, de minden bűn, ha közelről nézzük, szertefoszlik az emberi gyöngeségek tábláján. Én bíró vagyok, az ítélet embere. Mégis valami azt súgja, akkor teszek jól, ha némán hurcolom a keresztemet. Ahogy, hát csak hurcolt. A városban meg mindenki újjal mutogat rád. Különben levelet is kaptam Gyulától. Még írni merészel? Pesten vannak, kölcsönt kért tőlem. Nehéz helyzetbe jutott, mint írja. Fél, hogy Nelly nélkülözni fog. Ó, egy krajcert se a gazembernek. Kapja, amit megérdemelt. Nellynek én is adnék, de egy ilyen szélhámosnak, aki nem számol el a kliensei pénzével, szégyen gyalázat, hogy akad ilyen ügyvéd Magyarországon. A kis ujjadat sem azt kicsit megérte. Nellyre való tekintettel. És Gyulatán megembereli magát. Ő érte. Stán boldogabbá teszi, mint én tudtam. Meglátja a szívem, a főváros mégis más. Itt lehet valamit kezdeni, csak fantázia kell hozzá, meg ész. Miből fogunk megélni? Maga nem dolgozik, nem jár hivatalba, nem kap fizetést. Hogy képzeli, ebben a poloskás albérletben éljek? Jaj, asszonyok. Mi művészettel tudjátok elvenni a kedvünket a merésztettektől? Büszkélkedni akarnánk veletek. Örömöket készítünk számotokra. Hálátlan bestiák, nektek nincs más gondotok, mint elrontani a mi mulatságunkat. Istenem, miért így mostoha hozzám a sors? Keserű vezekléshez nekem, mert elhagytam a gyermekemet, és soha többé nem láthatom. De igen, még egyszer visszamegyünk. Triumfusban fogunk visszamenni. Hadd lássanak, hadd irigyeljenek, doktor Hintás és új feleség. Nagyon szép lesz, csak előbb éhen halunk itt. Mit remeg mindig mondja? Mit remeg, mintha valami bűnt követett volna el? Még ha én félnék. Ezt az albérleti szobát tekintse átmenetnek. Egyébként most elutazom. Na ne ijedjen meg, ha sokáig nem lát. Adjő. Mit vétettem? Mindennek vége. Nincs már visszatérés sohasem. Szabad bejönni, Hintásné asszony? Tessék. Önt hívják lány néven Rácz Nellinek? Igen. Micsoda furcsa címzés. Alig találta meg a postás. Sürgőnye jött. Meg pénz. Sürgőnyeket? Tessék, igen. Eredj azonnal anyádhoz, Gádorosra, Döme bácsi. Nelly! Nem hallod, sír a gyerek? És igen, hallom. Csicsi a babár, csicsi a... Leveled van, Gyula írt. Úgy látszik, örül, hogy fia született. Olvassa fel, anyám, kérem. A világ legdrágább asszonya elé borulok most alázattal. Aki nekem fiat szült, talán egy új Periklész, vagy Napóleon, igen. Vétkeztem maga ellen, és megérdemeltem, hogy elhagyjon, hogy ne is gondoljon rám. Most egy nagy találmányon dolgozom, amelyből
Milliókat remélek. Hiszem, hogy messziről is meghallja a jaj kiáltásomat. Egy pillanat választ el a diadaltól, egy végső árok, amelyet nem tudok átugrani. Egy hajszál csak, melyet aranypenge vághat ketté. Elég, köszönöm. Szélhámos, szájhős, krakéler, az aranyhidat az árok fölé tőlem várja talán? Az ilyen ember halljon éhen, aki nem tudja megbecsülni a tisztességes foglalkozását, az úri társaságot. Legalább a gyerekére gondolna, ha már ilyen csúfot tett. Nem kell tőle egy fillér se, ne is lássam soha se. A gyereket majd én felnevelem. Segíteni fogok mamának a szőlőben. Ki is mehetnél már egy kicsit a hegyre? Nem való, hogy fiatal létedre hónapszám a szobában ülsz, csak fogysz meg sápadozol. A doktor is azt mondta, levegő, séta, társaság. Társaság? Örülök, ha nem látok embert. Az nem úgy van. Neked kötelességed az egészségedre vigyázni. Gondolj a gyerekedre. A gyerekeidre. Igen. Most már két fiam van. De igazából egyik sem az enyém. Apa, kiskorom óta nézem ezt a képet a falon. Dezső hősi önfeláldozása királyáért. Mit jelent ez? Régi história, fiam. A lovag a király ruháját vette fel, hogy az ellenség gyilkos nyilai őt érjék. Nem is tudom, melyik volna a jobb. A lovag helyében, vagy a király helyében lenni. Milyen furcsa gondolataid vannak. A kép csak a lovagot ábrázolja. Igen, de én... elképzelem, milyen jó lehet annak a királynak, akinek ilyen lovagjai vannak. Fiam, nem jó, hogy a szobában ülsz mindig. Menj, szaladj, mint a többi gyerek. Én a te korodban első voltam a métában. Az olyan unalmas. Jobban szeretek olvasni, gondolkodni. Tudod, az este Robinson helyébe képzeltem magam, a lakatlan szigeten. Nagyon izgalmas volt. Nem bánom, ha olvasol. Végtér és a könyv a műveltség alapja. De válogasd meg. A kalandos könyvek nem mindig hasznosak. Messze visznek az egészséges akarat világából a fantasztikus lehetőségek álmaiba. És ez nem használ egy ilyen nagy fiúnak. Inkább olvasd a magyar történelem könyveit. Azokat már ismerem. Az iskolában is jelesen van történelemből. Azám, fiam, megígérem neked, ha leérettségizel, felviszlek Pestre. Az ezredéves kiállításban. Jó helyre viszed te is a fiadat. Régi dicsőséget látni. Azok csinálják ezt a nagy cécót, akik elpaktálták a nemzet jogait, és elnyomják a nép akaratát. Ünnepelni? Azt hiszitek, lehet ezt ünneppel gyógyítani? Az ezredik születésnap nagy dolog, Döme bácsi. Szent hazánk 10 viharos század alatt nem egyszer állott a sírszélén. Most azonban annál elevenebb, és maga előtt látja újabb 1000 év eljövendő dicsőségét. Az állam áll, a törvények élnek. A bölcs józanság parancsa az első. Az ország érdeke azt parancsolja, hogy tegyük meg mindnyájan kötelességünket. Apa, milyen kötelességre gondolsz? Azt mindenki maga tudja felelni a saját posztján. Hagyjuk a politikát, hagyjuk. Hát, tulajdonképpen azért jöttem, anyádért imoros fiam. Nagyon szeretne már látni. Bár a vakációban Gádorosra. Édesanya, vár! Apa, ugye elmehetek? Már csak néhány nap az iskola, utána rögtön utazom. Anya, hallgass csak, milyen szép ez a Vörös Marti idézet. Igen. Mintha nem őstől származnál, légy tetteid által őse családodnak, s a haza áldani fog. Igen, Imruskám. A poéta szép igazságot írt meg ebben. A gőg ellen beszél. Shakespeare-t is nagyon szeretem. Legkedvesebb könyvem a Hamlet királyfi története.
Tudod, sokszor elgondolom, nem jobb volna meghalni, mint tétlenségben és unalomban bolyongani. Miket beszélsz? Az élet Isten ajándéka. Szeretni kell, bármi gyötrelmes is. Néha én is írok verseket, de nem mutatom meg őket senkinek. Neked talán megmutatom. Gyorsan csináljatok rendet! Megérkezett Erzsi a lányaival! Imruskám, tedd le a szőnyeget, én meg letakarom az ágyakat. Mama, vigye ki a seprőt! Viszem én! Kezi csókolom, cenci! Csókolok, Erzsi! Istenem, Imruska, hát hogy megnőtt már? Hát alig ismertem rá. Na, te sem panaszkodhatsz, Erzsikém, a lányai valóságos hölgye. Kezi csókolom, Nelly néni! Gádaroson töltitek a vakációt? Ó, csak egy pár napra jöttünk. Tudod, éppen, hogy megvoltak a vizsgák az iskolában, már ide siettem, kis kikapcsolódásra, de még vissza kell mennem tanítói gyűlés. Hát én, aki a modern dolgozónő súlyos keresztjét cipelem, nem rendelkezem szabadon az időmmel. És ti lányok, nem maradhatnátok egy kicsit tovább? Ah, nekem vissza kell mennem az internátusba. Engem szünidei tanfolyamra küldtek ki Svájcba. Nem mond, Svájcba. És bírod a nyelvet? Ó, hát itt a valóságos nyelvtalentum. Franciául már egész folyékonyan elkonverzál. Imrus is már szép előrehaladást tett a francia nyelve. Beszélj egy kicsit. Anya, hagyd. Na. Vous parlez français? Oui, un peu. Il fait chaud. Comment? Azt mondta, hogy nagyon melege van. Anika, kérek vitamin. Tiszta a kezem, kérek vitamin. Tudókám, csak így berontani. Köszönj szépen, illedelmesen. Ó, Gyula fia. Megismerem. Jaj, a csókot a néninek. Hoztam én neked cukrot is. Sejem cukrot. Nesze, hát ez mind a tiéd. Oh. Köszönöm meg szépen. Köszönöm szépen. Jaj, de finom. Imruskám, merre vagy? Táviratod jött csótról. Távirat nekem. Itt hozom, tessék. Apád tüdőgyulladásban meghalt. Azonnal gyere haza, Döme bácsi. A jegyedet megváltottad? Igen, másodosztály, Budapest keleti pályaudvar. Nagyon helyes, hogy másodosztályt vettél. Egy sátorodé ne utazzon harmadikon. Alázatos tiszteletem, Döme bácsi, szintén utazni tetszik. Jó napot, Schöpringer öcsém. Nem utazom, csak Imre öcsémet kísértem ki. Pestre utazik. Aha. Az egyetemen tanul majd. Ó, hát a fiatal Sátordi is jogász lesz, mint szegény édesapja volt. Nem, én tanárnak készülök. Tanár? Az más. Mifelénk azt mondják, jogász, kanász, tökász. Én irodalomszakos tanár szeretnék lenni. Poétáskodik a gyerek. Hát nem mondom, apja, nagyapja is talentumos ember volt, de hát azért ez se lett poéta. És milyen verseket ír? Hát inkább csak fordítok, most Heinét. Heinét? Bravo! De szeretem Ibsent, Vájdot, Baudelaire-t is. Nézze, össze kéne fognunk. Ketten valami lüktetést hozhatnánk ebbe a sóti szellemi posványba. Áj, higgyék el, Madagaszkárban nem olyan idegen az irodalom, mint itt. Különösen mióta Hintás Gyula eltávozott körünkből. Hintás! Igen. Vége minden modern törekvésnek. Igen. Hintás Gyula volt a mi szellemi Nestorunk. Már megengedjen, Schöpringer öcsém, én restelnék pártjára kelni egy olyan embernek, aki mint fiskális megkárosította a klienseit, mint férfi pedig a legjobb barátjának a feleségét. Na, nem akarom a gyerek előtt. Én inkább sajnálom szegény Gyulust. Ne, borzasztóan letört. Néha találkozom vele Pesten. A mai társadalmunk gúzsba köti az egyén életét, és ki mondja meg, hogy kinek van igaza? A társadalmi erkölcsnek-e, vagy az individuumnak? Nagy probléma ez, kedves Döme bácsi. Imrus, aki sokat olvas, láthatja.
egyelőre innen származik minden tragédia. E körül forog az egész modern irodalom. Igen, valóban így van. Egyesekben hatalmasabb a kiélés ösztöne, mint a szociális érzés. Beszéljetek, csak beszéljetek, én nekem ez már magas. Na hát azért, ezt nem kell olyan túl komolyan venni. Egyébként irigylem a kedves öcsét. Ki szabadabb, mint az egyetemi polgár. Az egész világ nyitva előtte, a könyvek, ajtók, a főváros nyüzsgő utcái, színház, kabaré. Egy szóval az egész híres élet. Én magam is sokat járok Pestre az irodánkba. Itt vannak, né, mondtam én, hogy korán kijönnek. Döme bácsi nem szeret sehonnan elkésni. Kezdj sokkolom, anya, nagymama. Ha, most szép jelenetnek leszünk tanúi, Schöpfringer úr. Az életbe bocsátják a csemetéjüket. Én nem is tudom, mit érzek, ha arra gondolok, még 4 esztendő van hátra, amíg végez. Nehéz egy anyának mindig csak várni, várni. Ne feledd, fiam, anyádnak is spórolnia kell, hogy téged tovább iskoláztathasson. Ezért te se szúrd el a pénzed haszontalan dolgokra. Na nézd csak, Gitta is eljött a búcsúztatásodra. Gitta! Gitta, itt vagyunk! Kezét csókolom. Úgy siettem. El akarok én is búcsúzni Imrustól. Kedves vagy, hogy gondoltál rám. Meg aztán el akarom kérni az összes helynét, amit csak fordítottál. Ugye ideadod? Nagyon szívesen. Itt vannak a táskámban. Tessék! Én már csak külföldieket tudok olvasni. Rájöttem. Nulla a magyar irodalom, nulla. Jobban szeretem a francia és angol primitíveket. Ronsard és Chaucert. Testem, majd találkozunk. 2 hét múlva én is fönt leszek. Itt nem is bírom sokáig. Utálom ezt a léha üres társaságot. A jogált gentlemeneket. Pedig a lányok az ilyeneket szeretik. Én sosem szerettem ezt a típust. Örülök, hogy te is filozofter leszel. Hol laksz majd Pesten? A nagybátyáméknál, Józsó bácsiéknál. Tudom a címüket, majd felkereslek. Itt a vonatom. Kezdj csókolom. Viszontlátásra. Viszontlátásra Pesten. Kisfiam, vigyázz magadra. El ne gázoljon a villamos, meg ne fáz. Írjál nekünk mindenről. Tanulj, öcsém, hogy méltó lehet apádhoz. Hát ez lesz a szobád. Nem nagy, de hát te úgyis csak aludni jársz haza. Hát igen, többnyire. Én is így voltam jogász koromban. Ott üldögéltünk a gádorosi fiúk a vén diákban. Annak gádorosi volt a tulajdonosa. Kedvezett nekünk mindenben. Te mondd, a pénzedből kijössz, ha? Igen, Döme bácsi küld havonta 30 koronát. Azt hiszem, abból még néhány könyvet is tudok venni. Ja, persze, ti filozofterek ilyesmire is költötök. De ezek mi jogászok, még a római jogot is egymástól örököltük. Kosztolni is olcsót szeretnék. Hát ebébe jobb Indiákban. Ott van a Bástyás utcában. Bástyás utca. Ja, persze, te még semmit sem tudsz, hogy hol van. Na nem baj, majd lerajzolom a főútvonalakat. Köszönöm. Vacsorára meg vegyél magadnak egy kis szalonnát, vagy liptai túrót. Egy 6-osból megvan az egész. Igen, én is így gondoltam. Hát, nézd, ebben a szobában fűteni nem lehet. De ha fázol, gyere majd be hozzánk. Emma nénéd is szívesen lát. Köszönöm. De úgy gondolom, napközben majd a könyvtárban leszek. Aha, igen. Vannak, akik azt mondják, hogy a könyvtár a legjobb egyetem. Tudom, a fene tudja, de én még a környékét is elkerültem. Ön is Tardihoz jött kolokválni, kolléga úr? Igen. És megvan már a dolgozata? Nincs. Nem tudtam, hogy dolgozat is kell. Csak az kell. Itt mindenki a dolgozatára kap jegyet. Most mit csináljak? Írja meg. A dolgozatot? Igen. Itt most iziben. Anélkül nem kolokváltatja a professzor úr. Hogy tudnék én most dolgozatot írni? Ne jegyem meg. Van itt nálam egy ívüres papír.
Ezt szépen behajtjuk, és kívülről ráírjuk. Kolokviumi dolgozat, méltóságos Tardi Béla egyetemi tanár úr kollégiumára. Beadja? Szabad a nevét? Én Rosenberg Sándor vagyok. Örvendek, Sátordi Imre. Tehát beadja. Sátordi Imre, első éves bölcsész hallgató. Ide csak papír kell. Nem baj, ha üres is. Úgy sem nézi meg soha senki. Beviszem a többihez, a szeminárium íróasztalára. Figyeljen, ha szólítanak minket. Nem hiszek benne. Ez csak valami szélhámos lehet. Be akar ugratni. Kolléga úr, jöjjön gyorsan! A professzor úr megkezdte a kolokváltatást. Jöjjenek ide, kolléga urak! Jó napot kívánok! Tiszteletem, professzor! Ide az asztalom elé! Önt nem igen látom az óráimon. De méltóságos uram, én minden órán jelen voltam, mint azt nagy gonddal készül dolgozatom bizonyítja. Nem írhatok jelest! Nem sikerült. Bocsásson meg, professzor úr, már csak az órákon való lelkismeretes részvételemre való tekintettel is. Na, mutassa az indexét. Kérem a következőt. Sátordi Imre. Nem sikerült a dolgozata. Nem adhatok jelest. Méltóztatna talán szóban is kikérdezni. De méltóságos úr, Sátordi kolléga igen komoly fiatalember. Shakespeare-t olvassa eredetiben. Tessék csak nézni, most is a hóna alatt van Shakespeare, Baudelaire, s még egy egész sereg francia és angol könyv. Mégsem írhatok mindenkinek jelest. Na, kérem az indexét. Köszönöm, kolléga, hogy szót emelt az érdekemben. Ez a jeles nekem nagyon kellett a tandélymentességhez. Kötelességem az otthoniakkal szemben. Szót sem érdemel. Csak természetes, hogy a modern és művelt emberek összetartanak. Az ostobaságnak ebben a tengerében, ahol csupa analfabéták boldogulnak. Égbe kiáltó igazságtalanság. Sose gondoltam volna, hogy a tudomány érdemjegyeit nyílt és szemérmetlen csalással kell megszerezni, még a becsületeseknek is. A méltóságos úr szenilis és hülye, de rokona valamelyik kegyelmesnek. Korrupció az egész vonalon. Azt hiszi, kolléga úr, hogy csak az egyetemen van ez így? Így van ez a katedrákon és fórumokon, iskolában és életben egyformán. És én azt mondom, a kettő összefügg. A műveletlenség magával hozza a korrupciót, mint ahogy a felvilágosodás megszünteti. Tehát képzelhető itt felvilágosodás? Tudja, hány percent analfabéta van Magyarországon? Tudja, mennyit költünk évente iskolára? És mennyit hadseregre? Osztrák hadseregre. Osztrák vagy nem osztrák, nem mindegy. Mindenképpen a barbár tömeggyilkolás eszköze. Azt olvastam valahol. A kard emberölő szerszám marad, akármilyen színű bojtot tegyünk is rá. Gyönyörű gondolat. Igen. Építsenek iskolát, kórházat, adjanak kenyeret és jogot a népnek. Teremtsenek kultúrát. De erre persze senkinek sincs gondja. Nálunk minden csak a politika. Úgy van. Még az egyetemen is politizálnak. Azt hiszik, ha egy párat ordítoznak, tüntetnek, avval megmentik a hazát. Persze, ők rettenetes kultúrátlanságukban nem tudják, hogy a középkort nem lehet visszacsinálni. Kolléga úr talán csodálkozni fog. De higgy el, egyetlen politikai pártnak van jogosultsága a 20. században, és ez a szociáldemokrata párt. Krisztus, ha ma élne, maga is szocialista volna. Én természetesnek találom, hogy minden igaz és művelt ember szocialista. Sajnos ez a minden csak keveset jelent, s a tér a butáké. Ne higgye, vagyunk egy páran, és mindig többen leszünk. La vérité en marche. Tessék megnézni az irodalmat. Ja, reménytelen. Pósa bácsik és Szabolcska Mihályok. Azt hiszem, nálunk hiába is születne nagy költő. A lapok a priori elzárkoznának minden modernebb és filozófikusabb lélegzettől. Saját magunknak kellene lapot indítanunk. Már van is róla szó. Remélem, számíthatunk kolléga úrra is. Természetesen. De honnan tudja, kolléga úr, hogy én... Kolléga úr, modern és művelt ember, akit semmi esetre sem nélkülözhetünk. Nem vagyunk olyan sokan, hogy össze ne tartsunk. Pincér! Méltóztassék parancsolni. Kérek egy zónapörköltet. Igen, egy zónapörköltet. Igen, három kenyérrel, meg egy pohár vizet is, lesz szíves. Hozom.
Kolléga úr! Kolléga úr, megengedi, hogy én is ide üljek? Tessék, a legnagyobb örömmel. Nem gondoltam, hogy maga is ide jár. Hát csak ebédelni. A reggeliről leszoktam, este meg liptai teszem, ha van. Én is ezt teszem. De bizonyára maga is úgy van, hogy a szellemi táplálékot elébe helyezi a földi javaknak. Vagyunk még egy páran, akik így gondolkozunk. Eddigi barátaim a könyvek voltak, de úgy érzem, egy ember barátsága több, mint a könyveké. Ha megengeded, szeretném, ha tegeznénk egymást. Szervusz. Boldogan, szervusz. Láttam már az első találkozásunkkor, hogy mi szellemi testvérek vagyunk. Én is úgy érzem, összefűz bennünket a tudás és a megismerés vágya. Olvasni és felszívni a messzi világot, és a kor minden gondolatát. Van ennél szebb életprogram? Döme bácsi, a nagybátyám sokat mesélt a tetrevágyó márciusi ifjakról. Őket szeretném követni én is. Talán sosem volt olyan szükség a tettekre, mint most. De hát micsoda tetről lehet itt szó? Brutus ölt. Petőfi szava. Nekik könnyebb volt. Mi mindent kellene most megölni? Hány fülbe kellene szavalni? Nézd csak, ki van itt! Gitta! Gitta! Szervusztok! Szervusz, Imrus! Szervusz! Hogyan? Ti ismeritek egymást? Uh-huh. Igen, Sótról majdnem rokonok vagyunk. Nekem az a meglepetés, hogy együtt látlak bennetek. Hát, Sátordi kollégát az egyetemen fedeztem fel. Úgy gondolkozik, mint mi. Ő is a haladás oldalán áll. Csak ugyan? El se tudnám képzelni, hogy művelt ember jóhiszeműleg más oldalra álljon. Úgy van. A megkövesedett konzervativizmus ma már az ostobák és a stréberek vallása. Ha már szakítottunk gyermeki hitünkkel, csak bátorság és becsület dolga levonni szakításunk minden konzekvenciáját. Kapcsolatot találtam egy régi szocialista ismerősömmel. Nem volna kedvetek eljönni előadást tartani a munkásoknak a fehér nemű tisztítók szakszervezetébe? Én beszélhették nekik Darwinról. Én meg Ruskinről és Haeckelről. Lehet ilyen előadásokat is tartani, de ez kevés. Meg kellene már a lapot indítanunk. Egy irodalmi és szociológiai folyóiratot. Igen, de honnan vegyünk rá pénzt? Ahhoz rengeteg pénz kell. Elő lehet azt teremteni, csak akarni kell. Én már a címét is kigondoltam. Jövő. Nem. Valami erősebb kell. Mondjuk a tűz. Az nagyszerű, de névelő nélkül csak így. Tűz. Már látom is a fejen a lángoló betűket. Tűz. És az lesz a fő erősségünk, hogy nem kötjük magunkat politikához, világnézethez, hanem a vélemények szabad tisztázása segítjük elő hasábjain. Én egy szorosabban vett tudományos rovatot szerkesztenék. Az adott témát több cikk is megvilágítaná. Például az egyik a materializmus, másik a szellemtudományok szempontjából. Imrus, te csinálhatnád az irodalmat, te Sanyi a szociológiát. Egy kérdésem volna. Bevonjuk-e Ady Endrét is alapba? Adit? Hiszen ez óriási gondolat. De félek, nem jön ő közénk. Ne félj. Van egy újságíró ismerősöm, aki jól ismeri Adit. Majd szól neki. Hiszen jó messze mentünk a tervezgetésben. A legfontosabbról meg elfelejtkeztünk. Miről? Hogy milyen sok pénzbe kerül egy ilyen lap kiadása. Ez nem okozhat komoly gondot. Hiszen manapság néhány jó hirdetés biztosítja a lap megélhetését. Van egy üzletember rokonom, majd megkérem, hogy szerezzen nekünk hirdetéseket. A jól szerkesztett, újszerű, érdekes lapot a kultúrára éhes intellektuelek majd elkapkodják. Nekünk csak az a dolgunk, hogy megszerkesszük. Csak az első szám jelenjen meg. A többi magától jön. Micsoda meglepetés. Noémi, régen nem láttalak. Józsó bácsiékhoz jöttél? Nincsenek itthon. Mikor jönnek haza? Látogatóba mentek csak 7 után. Megvárom őket. Ugye nem zavarlak? Gitta nővérem sokat mesélt rólad, hogy milyen okos meg művelt vagy. És miben látta a műveltségem? Nem emlékszem már rá. Én ezekhez a magas röptű dolgokhoz nem sokat értek. Hivatalnok lány vagyok. Na hát attól még lehet olvasni, tájékozódni. Én szoktam olvasni. Csak nem azokat, amiket Gitta. Hallom, neked is sok könyved van. Hadd nézem meg a könyvtáradat, jó? Rendetlen a szobám. Még aztán Józsó bácsiék is bármikor hazajöhetnek. Félsz, hogy kompromitálsz? Te csacsi,
hiszen mi voltak éppen testvérek lehetnénk. A te édesanyád az én édesapámmal házasságban voltak. Igen, igen, ez így igaz. Gyere, na gyere, itt a szobám. Mennyi könyv? Ezek itt francia könyvek. Franciák? Igen. Azok között nagyszerűek vannak. Tudok egyet, aminek az a címe, hogy Félszüzek. Nincs meg neked? Az nincs. Nekem csak ezek vannak. Maupassant, Flaubert, Baudelaire. Te ismered Baudelaire? Nem hallottam róla. Gyönyörű verseket ír. Várjál, odaadom. Kár, hogy nem olvashatod eredetiben. Bár egy kis szótározással megpróbálhatnád. Nincs nekem erre időm. Nem tudhatod, milyen egy szegény hivatalnok lány élete. Egész nap csak az írógépet verem, jaj, szaladgálok az iratokkal, és emellett ez az örök szekírozás. Ki bánt téged? A főnököm. Képzeld, az a disznó, ki kezdett velem? Az okleveles mérnök úr. Hogy kerültél hozzá? Én magam kerestem fel egy apró hirdetés nyomán. Amint meglátott, rögtön felvett. És Erzsi néni? Mit szólt? Anya elmaradott nő. Egy dolgozó lány nem lehet olyan finnyás. Nem úgy van már, mint anyáik korában. De nem is dolgozom már ott, felmondtam. Pedig egy hét múlva a főnököm már rá se nézett a többi lányra. Csak én rám. Nem is csodálom. Ilyen szép lányt, mint te, Noémi. De hát akkor miért hagytad ott az állásodat? Azt hiszed, hogy azért? Hát olyan kis prűdlibának nézel engem, ugyan, akit egy főnök kiüldözhet a szerelmével. Úgy csavartam az ujjam köré, ahogy akartam. Csak az a viper a feleségem ne lett volna a zongor a lábaival, aki mindig ott leselkedett körülöttünk. Képzeld, a férje arról beszélt, hogy lakást vesz nekem, ahol mindig találkozhatunk, és pont akkor nyitott be az a boszorkány, meghallotta. És aztán... Mi történt? Mi történt volna? A főnököm vörös lett, mint a pipacs, és szó nélkül bement a lakásba. Én pedig vettem a kabátomat, és büszkén otthagytam őket. Szégyelje magát az a disznó! Csak arra volnék kíváncsi, hogy mit kapott a feleségét. És most hol dolgozol? Holnap lépek be Schöpringerhez. A Sóti Schöpringerhez? Pesten is nyitottak egy irodát. Te, milyen szép ez az album. Híres szobrokról, festményekről vannak benne képek. Ez Afrodité. Ez meg Kleopátra. Na, nézd csak meg őket. Csinosabbak, mint én. Na, nem a ruhára gondolok. Nézd a lábam, a csípőm. Szebb vagyok, mint Kleopátra. Szebb vagy. Sokkal szebb. Akkor csókolj meg. Na, azonnal csókolj meg. Hiszen mi voltak éppen testvérek vagyunk. Nekünk mindig szabad csókolózni. Mindig szabad csókolózni, ugye? Fiai. Babits Mihály regényét rádióra alkalmazta Moravec Imre. A második rész hangzott el. A szereposztása következő volt. Dr. Hintás Gyula Básti Lajos, Erzsi a felesége Máté Erzsi, Sátordi Mihály Bicskei Tibor, Nelli a felesége Vaséva, Cenci Sulyok Mária, Döme bácsi Kis Ferenc, Jozsó bácsi Gregus Zoltán, Schöpringer úr Izsóf Vilmos, Imrus Fodor Tamás, Sanyi Bálint András, Gitta Tirring Viola, Noémi Pécsi Ildikó, Tardi professzor Sági István, háziasszony Rosti Magda, Portás Sugár Mihály, Dodó Zeitler Gabi.
A technikai munkatárs Stúl Béláné és Váci Györgyné volt. Zenéjét Török Etel állította össze. Szerkesztő Szabó József. Rendezte Cserés Miklós doktor. A hangfelvétel 1970-ben készült. Fiai. Babics Mihály regényét rádióra alkalmazta Moravec Imre. Harmadik rész. Ismertetjük a szereposztást. Dr. Hintás Gyula, Básti Lajos. Cenci, Sulyok Mária. Nelli, Vaséva. Döme bácsi, Kis Ferenc. Jozsó bácsi, Gregus Zoltán. Schapringer úr, Izsóf Vilmos. Imrus, Fodor Tamás. Sanyi, Bálint András. Gitta, Tirring Viola. Noémi, Pécsi Ildikó. Pincér, Regős Péter. Dodó, Olasz Gyuri. Epilógus, Tallós Endre. Pincér? Méltóztasség parancsolni. Két kapucénert. Két kapucénert, igen. De ezt most engedd meg, hogy én fizessem. Ilyen sok pénzed van. Pótvizsgára készítem fel egy tésztagyáros gyerekét. Ebből van most pár korona. Pénz, pénz, mire rá nem viszi az embereket. Nagyanyám írta levelében a legújabb sóti botrányról. A kereskedők néhány kapsi borosgazdával összeállva töménytelen bort hamisítottak. Aztán rájöttek a turpiságra, és a bort ki kellett ereszteni a hordókból, mert ártalmas fuxinnal vagy mivel kezelték. Azt írja nagyanyám, a hegyi utcák folyókáiban víz helyett bor folyt. A munkások akkor jöttek ki a gyárakból, a kolónia felől a bányászok, és lehasaltak a kövezetre a folyókák mellé, és úgy itták a bort. A hamisított bort. Sárosan, mocskosan, ahogy az utcán folyt. Olyan ez így, mint egy látomás. A szomjas munkások a sárba térdepelve isznak, mert szomjasak. De egyelőre nem jut más nekik, csak a hamis bor. Majd, ha a szociális igazságok győznek, a kultúrát, az igazi kultúrát fogják így inni, habzsolni. Oda térdepelve a szellem oltára elé. De, hogy ez bekövetkezhessék, előbb le kell rombolnunk, ami utunkban áll. Én is úgy vélem, hogy ahol bomlik a régi, ott mindig születik valami új. A családi körömben is gyermekkoromtól fogva érzek valami fullasztó nyomást. Már repedezik az erkölcsi talaj, amiből a láva kitör. A levegő is szennyezett. Hulla méreggel van tele. A társadalom bomlik, s egy új társadalomnak kell születnie, ami eltörli a szellemi barbárságot, a militarizmust. Valóban, modern századunkban a katonai copf és a cafrang valóságos anakronizmus Európának. Kizökkent az idő, mint Hamlet mondotta. És ugyanakkor az embernek valósággal szégyelnie kell, hogy hazafi. Olvastad Vörös Martit? Milyen szörnyű szavakat mondott te hazáról? Neve, szolgálj és ne láss bért. Neve, adj pénzt és ne tud mért. Neve, haj meg más javáért. Neve, szégyen. Neve, átok. Ez élet magyar hazátok. Ti mit dúslakodtok itt? Leri rólatok a honfiból. Na gyere, Gitta, már vártunk, legalább te vidíts fel bennünket. Mivel vidíthatnálak fel? Ha csak nem azzal, hogy egy gyönyörű adiverset találtam az újságban. Nézzétek! A magyar ugaron. Elvadultájon gázolok, ősbuja földön dudva muhar, ezt a vadmezőt ismerem, ez a magyar ugar. Óriási! Nem látod? Adi is ugyanazt mondja, mint Vörös Marti, ugyanazt! Tennünk kellene már valamit! Nekünk már csak egy lehet a hivatásunk, harcolni! A létező rossz ellen forgatva a szellem fegyverei. Csak sikerüljön a lapot megindítani, majd ott elmondunk egyecsmást. Képzeljétek, apa is eljön. A te apád most idejön? Igen. Tudjátok, valamikor ő szerkesztette a Sót és vidékét. Rajongja a modern irodalmat.
mikor meghallotta a lapalapítási tervünket, valósággal lázba jött. Segít nekünk? Igen, hajlandó kézbe venni a dolgot. Nagyszerű, az ő tapasztalata sokat jelenthet. Itt is van már, apa! Szervusz, szervusz, édes, édes kislányom. Itt vannak a fiúk is, apa. Jó, Imrus, drága fiam. Engedd meg, hogy fiamnak szólítsalak. Micsoda találkozás? Hogy van a drága, jó édesanyja? Te, ő a legszebb asszony, akit valaha látta. Hogy van a drága, jó Döme bácsi? Meg Cenci néni, a legendás nagyasszony. A fiamat nem kérdem, mert vele szemben lemondtam az apa jogáról. Felejtenem kell őt sajgó szívvel, de férfiasan. Na, gyere, hadd öleljelek meg még egyszer. Lelkes szemedből egy új, szabad magyarság tekint rám. Apa, kérlek, mindenki ide néz. Nem baj, kicsi lányom, te én mindig rajongója voltam a fiatalságnak. Örömmel hallottam, hogy folyóiratot akartok indítani. Nem tudom, tisztában vagytok-e vele, hogy az állam oly magas kaucióhoz köti a lapok létezését, amely tiszta kicsúfolása Petőfi sajtószabadságára. Gyalázat. A magisztrátusoktól óvakodni kell, fiam. Tudjátok, mit tettek velem? 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 12 évi tisztességes munka után? Egy kicsit bátrabb és modernebb magatartást tanúsítottam. Megfosztottak ügyvédi oklevelemtől. Mintha a tudást el lehetne venni valakitől. Apa a legnevesebb ügyvéd volt Sóton. Se baj, nem számít, majd letesszük azt a kauciót. Bennünket nem lehet megnémítani. Semmi közünk a hivatalos irodalommal. Semmi. Új, még nem hallott nevek kellenek a lapba, gyerekek. Szenzáció. Ti a tehetségeteket és fiatalságtokat adjátok. Én az érvényesülés lehetőségét. A siker biztos. Nincs Magyarországon folyóirat, amely helyet adna a felvilágosultabb hangnak. Adi versei is napi lapokban jelennek. Pántlika kell ide meg cigányzene. Szűzlányoknak való családi olvasmány. Ez az ország szellemi tápláléka. Előre kijelentem, hogy a lap szerkesztését teljesen rátok bízom, gyerekek. Én csak egyszerű kiadó vagyok. A szellemnek függetlennek kell maradnia a pénztől. Helyes, így lesz jó. Hát akkor tekintsetek engem alázatos bankáratoknak. Hé, pincér! Miltóztassék, parancsolni! Még egy liter bort. Egy liter bort, igenis. Ne higgyétek, hogy azért, mert nem igénylek befolyást a lap szellemi részében, nem tudnék tanáccsal segíteni. Ó, apának remek érzéke van az irodalomhoz. A múzsához engem szinte gyerekkori szerelem köt. A Sóti lapot évekig én láttam el tárcával, vers. Én ismerem a szenvedély ízét és hatalmát. Egészségetekre. Egészségünkre. Az élet rettenetesen sújtott. Isten éltessen. Isten éltessen. Egészség. Téged is, ja. Meghemperegtem a porban, a nyomorban. Majd én gyűrtem sarkam alá a szerencsét, te szenzációs találmányai vannak. Apropó, engedjétek meg, egy sürgős telefont még el kellene intéznem. Bocsássatok meg, de fontos üzleti ügy. Érdekes ember. Zseni, néha elhiszem, hogy mindenre képes. Bár tönkretette az anyám életét. Az én anyámét is. Igen, ebben sorstársak vagyunk. Engem úgy neveltek, hogy gyűlöljem őt. De lehet őt gyűlölni. Ő nem közönséges ember. Miféle találmányai vannak? Sejtelmem sincs. Nála sohasem lehet tudni, hogy miből él, vagy hogy honnan van pénze. A közönséges morál ő rá nem vonatkozik. Akármiből. Az a fontos, hogy van pénze, és azt helyes célra akarja fordítani. Jaj, de árván ültök itt. Na, gyertek, ígyunk. Szervusztok. Egészségére. Szervusztok. Egészségére. Kedves egészségére. Mindjárt egészségére. Pincér! Itt tisztesség parancsolni. Még egy liter bort az én kontomra. Egészségetekre. Az érdekelne Gyula bátyám tisztelettel, hogy mikor lehetne a lappal megindulni. Ja, hát az én óhajom az, hogy mentül előtte. Én most folytatok tárgyalásokat egy amerikai céggel a találmányom elhelyezése ügyében. Néhány napulval kezemben lesz a pénz. Sőt, be akarom vonni
Schöpringer Adolf barátomat is, a kiváló bankember. Az a Schöpringer, aki szociológiai cikkeket szokott írni? Én az. Imos, te ismered őt Csótról. Persze, Schöpringer. Igen, most már Pesten van. A húgom Noémi az irodájában dolgozik. Én félek, hogy majd tele akarja írni a lapot szociológiával. És ma már túl vagyunk a mechanikus világnézeten. Hát akkor Schöpringerre talán nincs is szükségünk. De szervusztok. Én magam fogok belefeküdni teljes tőkerbe, Isten értesse. Úgy szólván egyetlen, de hangsúlyozott kikötésem van, az, hogy Sátordi Imre legyen a lapszerkesztő. Úgy van, éljen. Mi is így gondoljuk. Isten értesse. Első fiam. Számban mindjárt jöhet a Faltörők című novellája. Apa, ezt el kell olvasnod. Mélyreásó, filozofikus, modern írás. Na, remélem, ez mihamarán meg is történi. Én szerkesztő. Gondoljátok meg. Ne tiltakozz, ne, erre te vagy a legalkalmasabb, fiam. És szegény édesapád szellemének is tartozom ezzel. Te milyen öröm számomra, hogy éppen én segíthetem elő fia emelkedését. A jó Isten. Köszönöm. Áldja meg. Egészségedre, fiam. Egészségünkre. Ah, még egyet. Egészségetekre. Ex. Folyóiratunk számára Ady Endre is megígérte közreműködését. Egy forradalmi kiáltás nem árt ebben a testpedő országban. Bentül hangosabb, annál jobb. A fekete zongora, a fekete zongora. Vakmestere, tépi, cibája. Hatalmas szimbóluma ez valaminek, amit mindannyian imádunk és utálunk a sírunkig. Mit szólsz, kedves Gyula bátyám, a folyóirat címéhez? No. Tűz. Tűz? Ex. Ez az igazi. Tűz, amelyen, mint mágián égetjük el a múltat, hogy főnix madárként keljen ki lángjából. Az új, na, megegyeztünk, ugye, tűz, irodalmi és művészeti folyóirat szerkeszti Sátordi Imre, ennyi lesz a címlapon. Én, mint szerény kis kiadó, majd csak leghátul. Egyél már. Itt ez a hideg csirkecom, nagyanyát sütötte, a piskótát meg jól áll mélyén. Köszönöm, talán egy kis piskótát. Ja, miért nem eszed te rendesen? Már régen figyellek. Kisfiam, nem is vacsorázol? Ez így nincs jól, enni kell. Eszem én, amennyit tudok. Dömen bácsi rendesen küldi a havi 30 koronát, abból szépen kijöhetnél. Nekem csak 25-öt küldött nagyanyád, mégsem feküdtem le vacsora nélkül jogászkoromba. Tehát hova teszed a pénzed? Megmondom én. Könyvekre költi. Mi haszna könyvekre? Pedig hidd el, öcsém, a könyvekből nem lehet életet tanulni. A könyv csak szórakozás. Teletömött szegény kis fejed mindenféle utasággal. Ugyan, anya, nem vagyok már gyerek. Szerez magadnak rendes barátokat. Most élj, még fiatal vagy. Aztán úgyis jön a nősülés, a család. Na nézd rám. Én sose bántam meg, hogy kirúgtam a hámból pesti jogászkoromban. Megkereshetnéd a sóti gyerekeket. A főszolgabíró fia Vályi Peti, meg a polgármesteri Simai Laci, az is itt tanul. Miért nem barátkozol velük? Mert üres, felfújt hólyagok. Mit kezdenék velük? De fenn hordod az orrad, öcsém. Neked nem elég jó a főszolgabíró gyereke, mi? De engem nem a származás. A tudás meg a lelki emóciók érdekelnek. Lehet tőlem az illető akár utcaseprő gyereke is. Na fene, sokra is mennék a te nagy demokráciáddal. Majd elfelejtettem valami... Várjál csak, valami leveled jött, várjál. Itt van, igen, itt van. Sátordi Imre szerkesztő úrnak. Mi ez te? Szerkesztő úrnak? Ad ide, Józsa bácsi, ad ide, kérlek. Ugyan, miféle szerkesztő nem, vagy te? Semmi, nem, még nem vagyok az, ez még csak terv. Egy kis diák lap, Ady Endre is írni fog benne. Ady? Á, értem már, honnan fúj a szél. Szóval őt követette is, a liberálisokat, a szocialistákat. Mi azok közé jársz? Igen, közéjük járok. Ott tisztább, szabadabb levegő van. Ott tudnak magasabb eszmékről beszélni, ami engem érdekel. Mi már nem is vagyunk jó neked? Ti elsenyvedtek az unalomban.
Ti csak a saját kicsinyes szűk érdekeiteknek éltek, és még a házból sem mozdultok ki, ha nem muszáj. Nincs is nekünk pénzünk haszontalanságokra. Ez nem pénz kérdése. A feleséged megmondta nekem. Évek óta éltek Pesten, de még egyszer sem voltatok színházban. Mennyi szépség van a világon. A lélek, az emberi kultúra nagyszerű birodalmai. Ti mindezt nem ismeritek. Nem kell elpusztulnia annak a társadalmi osztálynak, amely így él. Halálfiai vagytok mindannyian, ha nem is sejtitek. Halálfiai! Imrus, Imrus, hogy beszélsz? Törődj te csak a magad dolgával. Mi új kultúrát akarunk csinálni Magyarországon. És nem nézzük az előjogokat, csak a tehetséget. Egy világ választ el bennünket. Hiába vagyunk egy családból. Ez két különböző emberfajta. Na és én vagyok az a fajta, amelyik képtelen a kultúrára? Köszönöm. Szép kis kultúra, mondhatom. Szeretném tudni, ki kér az adiféle értelmetlen versekből. Sokan vagyunk, és egyre többen leszünk. Mi csináljuk az új irodalmat? Az is olyan liberális szenny irodalom lenne? Na, itt a leveled. Kell szaporítani a szót. De várjál csak. Mi ez itt? Mi? Jól látok. Itt a borítékon feladónak Hintás Gyula áll. Hintás Gyula? Az nem lehet. Te Hintás Gyulával levelezel? Igen, művelt, felvilágosult ember. Tudom, anya, hogy neked ez fáj, de én együtt dolgozom vele, sokat segít neki. Segít! Tönkre tesz! Szélhámos gazember, Isten átkod! Ugyan, anya, nyugodj meg! Anyád sérelme, a te sérelmed is! Gyula bácsit rágalmazzák. A különös emberek könnyen kerülnek rossz hírbe. Elismerem, hogy ő elég különös ember, de áldozatkész. Szabadság, megértés több lakik benne, mint bárkiben. És nem ez a legtöbb? Jaj, vigyázz magadra, kisfiam, nagyon vigyázz. És tanuld meg, hogy nem úgy van minden a világban, hogy a könyvekből azt elgondolnád? Bámulatos, előítéletek nélküli ember. Elcsapott ügyvéd. Ez a szerencséje. Ez szabadította fel a gondolkodását. Ne hitt. Szerintem a gondolkodás szabadsága az emberrel születik. Isten ajándéka. Ilyen volt az én apám is. Gyerekkoromban már Zoláról mesélt nekem. Nagy ritkaság. Igen, ritkaság. És éppen azért hiszem, hogy az ember nem lehet egyenlő. Van mindig egy kisebb rész, az értékesebb. Ezek a műveltség hordozói. A mai társadalomban nem lehet szó erkölcsi megítélésről. Cselekednünk kell. Mi hamarabb? A tömegeknek csak a cselekvés imponál. A gondolat magában hatástalan. Szerusztok, szerusztok, ifjú barátaim. Tiszteletem, jó estét. Szerusztok. Te öröm rátok nézni hazánk reménységei. Elhoztátok a kéziratokat, gyerekek? Igen, igen. Vannak. Igen. Az első oldalra gondoltuk Sanyi a Tűzfiai című programversét. Kitűnő, te nézd csak, Ciceróval adjuk az első lapot, jó? A szélső hasábban, aztán mellé kerül a te novellád, a Faltörő. És itt van egy hosszabb cikk. Egy Tolsztoj János barátom fejti ki benne filozófiai nézeteit az emberek jóra térítéséről. Ezt a cikket pedig egy fiatal újságíró barátunk írta, a Kisebbség szellemi diktatúrája címmel. Ez is nagyon izgalmas cikk. Írónője azt fejtegeti, hogy a legmélyebb filozófia összeesik a legmagasabb költészettel. Nietzsche a filozófus, nagy költő is egyúttal. De ez remek, ez remek. Ennyi sziporkázó gondolat. Ennyi buzgás, megtermi majd gyümölcsét. Te gyerekek, ezeket most magammal viszem, jó? Honoráriumot még nem tudok adni, de ma még nem voltam a bankban. Ha, erre nem is gondoltunk. Nem, én fizetni fogok. No, azt akarom, hogy bízzanak bennem, és azt akarom, hogy számítsanak rám. Tiszteletem, Gyula bácsi. Szervusz, azért kérettelek ide, úgy látom folyóiratunk dolga megérett a megvalósulásra. Különböző bonyolult családi és üzleti ügyek akadályoztak, kérlek, fiam. Azért is volt is szemről ez a két hónapos hallgatás. Nem baj, te, nem baj. Igen, én is azt hiszem, persze. Még nem volna késő. Ne, közben én se tétlenkedtem, fiam. Itt az előzetes prospektus. Itt a szöveg, nézd meg, itt az előfizetési ív, nézd meg. Tessék, ilyen van a végző, mi? Igen. Ez meg a levélpapír fejléc írása, majd vörössel nyomtatjuk, te úgy feltűnő. Igen. Nézd meg, hát végre te vagy a szerkesztő, te dönts, kérlek szépen. Igen, gyönyörű,
Én azt hiszem, hogy így minden jó lesz. De nem garasoskodunk a nyomdával. Mindenből a legszebbet, a legdrágábbat utolvégre reprezentálnunk el, igaz? Megtérítik majd az előfizetők ezrei. És melyik nyomdában készítik majd? Ja, a végleges nyomdát még nem is találtam. Nem, mintha nem szaladgáltam volna eleget, de ne érts félre, fiam. Én a szellem hordára, a múzsák kifutója vagyok. Segíthetnék valamire? Nem. Egyelőre nem kérek tőled semmit, csak itt nézd, légy olyan jó, ezeket írd alá, fiam. Mik ezek? A honoráriumok, nyugtáj. Már is persze. Honoráriumot kapunk? Így, hogyne, én előlegezem, majd azt kérlek szét a társait. De én úgy gondoltam, hogy a honoráriumot, azt majd utólag utalom. Nem, drága barátom, fő a bizalom. A cikk elkészült, és én rögtön fizetek. Lehet, hogy ti fiatal zsenik más véleményen vagytok, de már nézzétek el, hogy egy ilyen magamfajta öreg üzletember mindennek elébe helyezi a puritán rendet, a becsületességet. Tehát Gitta cserbe hagyott bennünket. Igen, azt írta, hogy egy grófnőhöz megy titkárnőnek. Menjen csak! Sokáig úgysem bírja majd a grófi cselédséget. Te Sanyi, te lesz valami egyáltalán ebből a lapból? Én már kezdek kétkedni. Gyula bácsi fél éve hiteget bennünket. De hát pénzt is adott már. Minden esetre ma dűlőre visszük a dolgot. Na, itt is volnánk már. Kopogj! Tiszteletem, Gyula bátyám. Jó napot kívánok! Fiatal barátaim, szervusztok! Csókollak benneteket, mint apa a fiait. Gyertek! Na, gyertek be! Tessék, foglaljatok helyet. Gitta írta meg Gyula bácsi mostani címét. Igen, én nagyon helyesen tettétek, hogy felkerestetek, fiam, hiszen közben én is olyan sokszor gondoltam rá. A nyomdász előleget kért az előfizetési lapokra, meg a plakátokra. Igen. Én azt ki is fizettem neki a magaméból. Ja, igen, a lap, hát a folyóirat. Jaj, de kedves tervem ez nekem. Ez a borzasztóám ilyen korban élni, gyerekek, ilyen sivár, ilyen üzleti korban, ahol a pénz az minden. Ha van pénzed, Isten vagy, nélküle kutya se. A nyomdász fenyegetőzött, hogyha nem fizet. Ne is folytasd, édesfiam. Mit tudja az egyszerű ember, hogy mi forog itt kockán? Félő, ha nem jön ki hamarosan a lap, lelohad az érdeklődés az egyetemeken. Megvan. Jaj, hát tudom már, mit teszek. Hát... készpénzem nincs, így hát váltót adok. Most rögtön, te ezer koronáról. Erre az összegre már most lapunknak immanensen szüksége van. Vedd fel, fiatal, helyettem. Vedd fel, Schapringer barátomnál, jó? És vondd le belőle a tartozásokat. Igen, csak én vondd nem nagyon tudom, hogy... Ja, nem tudom, látom, nem tudod. Mi? Nem vagy szokva a váltókhoz. Jobb is, édes jó. De hát nem kell ezt neked egyedül intézned. Keresd fel a bankban Noémi lányom, a tudod, az ott hivatalnok. Majd a többit a Noémi elrendezi. Igen, igen, értem. Megkeresem. Persze, mondd, nem nagyon terhes ez neked. Szólj, fiam, én a világ. Nem, én elintézem. No, hát akkor ha felvetted a pénzt, elhozod hozzám, és akkor egy percet se várunk tovább. Feldübörögnek a nyomdagépek, hogy hirdessék ifjúságunk új hajnalát. Csupa harami alakik ebben a Pestben. A hordár egy egész koronát kért, a bérkocs is meg 6 koronát, ezért a rövid utért. Hát itt Pesten más világ van, mint odahaza. Aki nincs hozzászokva. Na hát nem is élnék én itt ebben a szörnyű zajba, tülekedésbe, semmi pénzért. Schapringerül elnézésüket kéri, pár perc türelmet csak, mindjárt itt lesz. Kérem, megvárjuk. Döme bácsi, tessék talán ide a fotelbe ülni. Köszönöm. Hát mit akadás, elfáradtam. Mondta lány, aztán hogy tetszik neked itt? Tetszik, olyan muris alakok járnak ide, hordják viszik a pénzüket egész nap. Kedves Döme bácsi,
Háj, milyen régen láttam. Már is otthon érzem egy kicsit magam. Hát mi újság Sóton? Hát ott öcsém nem sok. Temetés, esküvő, más mi volna? Hát tessék velem parancsolni, miről volna szó. Csak arról, hogy tudná-e nekem egy biztosítást nyérbe ütni? Hogyne, természetesen. Tűz, jégkár, árvíz, vagy talán életbiztosítás? Hát már nem érdekessen engem, édesöcsém, mint a vágómarhát. Elélek én még 10 évet is. Jaj, hova gondol, drága Döme bácsi? Na nem is rólam, hanem ennek a gyereknek az anyjáról, Nelly hugomról van szó. Aha. A vagyonom felét szeretném lekötni. Igen, igen. Az ő nevére szóló életjáradékra. Igen, igen, igen. Azt szeretném, ha minden hónapba kapna egy rendesebb összeg. Kérem, kérem, megcsináljuk. Hát ehhez természetesen több munkára van szükség. Ugyebár fel kell értékelnünk a vagyont, igen. Többféle számítást kell végeznünk. Igen, de egy kikötésem van. Igen. Nellinek sejteni sem szabad előre a dolgot. Sem az élet járadék eredeti. Oh, hát bennünket köt a diszkréció. És nekem most mennyit kell fizetnem, édesöcsém? Előre semmit, drága Döme bácsi. Legfeljebb a felvételi díjat, a kiszállási, kezelési költségeket, proráta díj a jelen esetben nincs. Tudja mit, kedves öcsém? 800 koronát itt hagyok Imrus öcsémnél. Ő itt van Pesten. Hát minek fizetnénk a posta költséget? Majd ő behozza, amikor kell. Úgyis az ő anyjáról van szó. Kérem, kérem, így is jó lesz. Majd kiküldöm az értesítést az előzetes költségekről, de ezek együttesen sem fognak kitenni 800 koronát. Nem baj, a többi az övé lesz. Azt hiszi, én nem voltam diák. Az egyetemistának mindig jól jön egy kis pénz maradék. Gyula bátyám, szépen gyűlnek az előfizetési jegyzések. Igen. Van már vagy 200. Sanyi átvitte tegnap az orvoskarra, ott is feliratkoztak 17-en. Jó, te milyen jó ezt hallanom. Látod, fiam, sokan szidják manapság a magyar ifjúságot, de hiszem, hogy nincs igazuk. Nincs, nincs, mert várják a lapot. Nagyon várják mindenfelé. Talán, ha elsőjére meg tudnánk jelenni. Hát ennek semmi akadálya, magam is így gondoltam, megjelenésre legalkalmasabb a hókezdet. Te... Mondd, édesfiam, beváltottad a váltómat? Már elhoztad a pénzt? Nem, még nem volt érkezésem, ugyanis Döme bácsi volt fenn, és őt kellett kalauzolnom. Hé, ördög teremtette, ez bizony nagy baj, te. Ez nagyon nagy baj. Hát biztosra vettem, hogy már elintézted. Hát nem. És most szombat délután Schöpringer már zárva van. Jaj, fiam, a nyomda pedig követeli a pénzt. Hát ki kell fizetni a munkabéreket? Tudod, szombat este fizetik a béreket. Igen, fiam. Én hétfőn reggel oda sietek, felveszem, talán még nem lesz késő. Jó, de kellemetlen, te kell, bevallom, nagyon-nagyon kellemetlen. A lap hitele forog kockán. Ja, csak hétfőig kellene hitelezni. De szemtől megígértem annak a szegény ördögnek, aki most nem tudja kifizetni a munkásait. Ennyi, csak volna odahaza készpénzem, de régi elvem, hogy én nem tartok otthon pénzt. Tudod, pénzember soha nem tart magánál készpénzt. Hé, de kellemetlen ez, te, ugye vasárnap üzletileg holt nap, most hétfőig nem is tudok pénzt keríteni. Nagyon-nagyon kellemetlen, mert az én elvem mindig az abszolút pontosság volt. Nálam volna. Mi? Persze nem az enyém, de végső soron oda tudnám adni. Igen? Mennyi van nálad, édesfiam? 800 korona, a Döme bácsi pénze. Ja, hát ez elég lesz. Elég, na, azt hiszem fedezi a nyomdaszámlát. És az én váltom ott van nálad, igaz? Majd hétfőn beváltod. Akkor tessék a pénz. Jó, megmentettél. Imruskám, jó, megmentetted a lap becsületét. Na, már is sietek a nyomdába. Ne várjanak hiába ezek a szerencsétlenek, igaz? Te... Várj, előbb még iszunk erre. Pincér! Pincér! Mit tudtasik parancsolni? Egy üveg pesgőt. Nem tör le itt franciát. Egy üveg pesgő parancsára. Gordon Rouge.
milyen szép vagy ma, Noémi. Na ne bolondozz, csak nem udvarolni akarsz. Hát nem kellene sokat gondolkoznom rajta. Döme bácsi ügyébe jöttél? Úgy tudom, hogy már elkészültek a számlák. Befizethetsz. Nem, nem másról van szó, egy váltót hoztam, azt szeretném beváltani. Mutasd. Ezer korona, csinos kis összeg. Ki az aláíró? Na nem. Hát apának remek viccei vannak. Csak nem gondolja, hogy ilyesmire pénzt kap. Nem értem. Azt mondod, hogy ezt az összeget nem lehet felvenni? Ugyan, apa örülne, hogyha tized részét is megkaphatna ennek. Hiszen Gyula bácsi azt mondta, hogy ezt minden további nélkül beváltják. Te nem beszélnél mégis Sapringer úrral? Nem. Nem vagyok hajlandó a főnökömet az ő kisded ügyeivel zaklatni. És te? Mit ártod bele magad? Nincs jobb dolgod ennél. Én nem ártom bele magam. Én kölcsön adtam Gyula bátyámnak bizonyos összeget, és ő ezt a váltót adta biztosítékul. Szép kis biztosíték. Mennyit adtál neki? 800 koronát. Mennyit? Ilyen sok pénzed van. Miért adtad a pénzt apának? Nyomd a számlára. Mi ugyanis egy lapot indítunk. Na nézd, nézd, itt az előfizetési felhívás is már, látod? Aha. Új szellemi, irodalmi, szociológiai lap. Az én nevem lám az első oldalon. Én csak ezen az összegen múlt, hogy megjelenjen. Hát én szívesen segítenék. De hát apa aláírása Sapringernél semmit sem ér. És ha én aláírnám, mint kezes? Bolond vagy. Egy egyetemista ekkora összegre, mint kezes. Hát nem mondom, ha Döme bácsi írná alá, az más. Arra rögtön fizetnének. Igen, de Döme bácsi tegnap elutazott. Pedig ő aláírta volna. Esküszöm, hogy aláírta volna. Hiszen beszéltem is neki alapról. Sajnálom. Akkor semmit sem tehetünk. De ha legalább haladék volna, pár hét, amíg a lap megjelenik, talán már az első számból vissza tudnám fizetni. Azt tanácsolom, pénzdolgába fordulj Döme bácsihoz. Vagy vele írasd alá ezt a váltót. Hát arra már nincs idő. Te, Noémi, te én gyerekkoromban kedvtelésből sokat gyakoroltam a Döme bácsi aláírását. Ha most én, ha ráírnám az ő nevét... Ráírhatod, de én akkor elfordulok. Én nem láttam semmit, és én nem tudok semmit. Adj egy tollat. Tessék. Égyni. Á, fiatal sátordi örvendek, mi újság? Van szerencsém. Egy váltunk volna. Igen? A lapunkhoz kellene egy kis pénz. Oh, a folyóirat? Igen, igen, már hallottam róla. Engem nagyon érdekelnek a szabad gondolkodású fiatalság törekvései. Előfizetek rá magam is. Hallottam, hogy ön lesz a szerkesztője. Igen, de kollektív munkával készül a bölcsészkaron. Ó, sok sikert hozzá. És szabad azt a váltót? Tessék. Kibocsájtó dr. Hintás Gyula. Ó, ez úgy történt, hogy valóban apa írta alá, de én mondtam Imrusnak, hogy apa nevére már nem lehet pénzt kapni. Írass alá Döme bácsival is. Éppen fenn volt, és ő annyira szeret Imrust, hogy kezességet vállalt, hogy mégis meg tudják csinálni ezt a lapot. Kérem, rendben van. Az összeg kifizethető. Gyula bácsi! Gyula bácsi! Álljon meg! Imre! Imruska, nézd, te vagy az. Meg sem ismerlek így az utcai tolongásban. Beszélnünk kell. Én már sokszor kerestem, de nem tudták megmondani az új címét. Hol bujkál, mi történt magával? 3 hete színét se láttuk. Na gyere, gyere, fiam, sétáljunk el erre. Erre le a Dunapartra. A levegő bizonyára jót tesz egy ilyen sápadt fiatalkal. Fontos tennivalóink volnának. A nyomdába kellene sietnünk a lapért. Persze. De még azt sem tudom, melyik nyomda dolgozik nekünk. Egy vallomással tartozom neked, Imruskám, fiam. Te meg fogsz érteni, mert költő vagy, és forró szívű. Aljasság, amit tettem. Pillanatnyi pénzavarban voltam. Viaskodtam. Viaskodtam, és feláldoztam mindent. Ítélj fölöttem, ha tudsz. Nem értem. Nem adta oda a pénzt a nyomdásznak? De nyomdászról még szó se volt, édes fiam. A kéziratok még mindig nálam vannak. Igen, igen, bevallom.
áltattalak. Ez nem lehet igaz. Köpj le, rúgdos meg engem, löki bele ide az utca csatornám. Ez a nekem való fürdő. Mindent megérdel, semmi ellen nem tiltakozom. Itt van az arcom, de nesze, itt van, üsd meg! Üsd! Elköltöttem az egész pénzedet, egyetlen fillér nincs már a zsebemben. Elköltötte a pénzt? Ez akkora aljasság! A végzet szemelt ki téged büntetésemre, mint régi vérbosszúk hivatottját. Apád vágytársa voltam én, fiam, hűtlen barát, anyád csábítója. Behálóztalak, fiam, megcsaltalak téged is. A pénz! Az. Miből fogom a váltót visszafizetni? Mit csináljak? Nem is vagyok méltó, hogy tiszta kezeidet bepiszkold velem. Fiam, én most eltűnök, de még hallani fogsz rólam. Lopok, ölök, vagy sikkasztok, de a lapnak, a tűznek meg kell jelennie, fiam. Az új magyar kultúrát nekünk kell megteremtenünk. Nekünk, akik a régi kultúrálatlanság áldozatai vagyunk. Elnézést, Döme bácsi, hogy így bejelentés nélkül alkalmatlankodom. Ugyan kérem, nem tesz az semmit, öcsémülöm. Kerüljön csak bejel. Köszönöm. Na meséljem. Mi újság a fővárosba? Magát is hazahúzza a szíve? Ó, igen. Mi sótiak, bármerre is sodorjon bennünket a szél, mindig örömmel térünk meg szülővárosunkba, amely oly sok kitűnőséget adott az országnak, világnak. Hát gondoljunk csak arra, Döme bácsi, hogy a haladó, szabad gondolkodású ifjúság első jelentős sajtóorgánumát is a Sóti Sátordi Imre szerkeszti, és ennek a törekvésnek érdekében Döme bácsi is jelentős pénzbeli kezességet volt hajlandó vállalni. Hogy a lap alapításáról hallottam egyet mást. De amit a kezességvállalásról mond, öcsém uram, az bizony én nem értem. A váltóra gondolok. Váltóra? Milyen váltóra? Egy szót sem értek. Az ifjú Sátordi járt nálam. Dr. Hintás Gyula aláírású váltóval, amelyet Döme bácsi is aláírt. Hát én bocsánatot kérek, én nem írtam alá semmiféle váltót. Hát kérem, itt van, tessék nézni. Az aláírás hamis. Hogy? És öcsém uram, ezt szó nélkül kifizette? Hát miután Döme bácsi aláírása rajta volt, természetesen kifizettem. Na de mikor annak a Bernheider Hochstapler Hintásnak a nevére szólt? Hát csak nem írunk alá egy ilyen embernek, egy váltót, rögtön informálódni kellett volna tőlem. Azt kérem, én más körülmények között meg is tettem volna. De minthogy a fiatal Sátordi Imre személyesen nyújtotta be, akinek szava hihetőségében nem volt okom kételkedni, ugyebár hát... A börtön. Börtönbe! Csukassa be, öcsém! Én nem fizetek érte egy fillét sem! Én leveszem a kezem róla. Csak azt a szegény... Szerencsétlen anyját sajnálom. Ugyan, Döme bácsi. Ez egy meggondolatlan gyerek. Megengedem súlyos eltévejedést, talán csak forma kérdés az egész. Visszaadom a váltót, és ad egy egyszerű nyugtát róla. Ki tudja, milyen félelmeket áll kis szegény fiú. Mert hisz ő alapjában nem könnyelmű karakter. Ő életét tette kockára egy ügyért. Már megengedjen, kedves öcsém uram, de a becstelenséget semmiféle cél nem szentesíti. Úgy látom, már minden kitellik tőle. Minket a tisztelet késztet arra, hogy saját üzleti érdekeink ellen is megkíméljük ennek a nagyra becsült családnak egy fiatal, szép reményű tagját. Sose kíméljen engem, uram öcsém! Sose törődjön az én családommal, aki gazember, az be kell csukni, akármicsoda familiához tartozik is. Tolvajt és csalót nem illet kímélet. Én tudni sem akarok az egészről. Brutus elrendelhette fia kivégzését, de vajon hálás volt-e a hóhérnak?
Nelly? Nelly, gyere csak! Itt vagyok, anyám. A Pesti Bankból ide küldtek Imrusnak egy levelet. Mit csináljunk vele? Nem értem. Miért ide küldték, hisz ő Pesten van. Én felbontanám. Adja ide, megnézzük, mit akarnak. Tisztelt Sátordi úr, minthogy budapesti lakásán több ízben hiába kerestem, és azt az értesülést kaptam, hogy valószínűleg Gádorosra utazott, kénytelen vagyok írásban fölkeresni, hogy váltó ügyében velem sürgősen érintkezésbe lépni szíveskedjék. Aláírás Schöpringer. Úristen, váltó ügye van. Váltó ügye a fiamnak. Ne jajgos. Még nem is tudjuk pontosan, miről van szó. És mi az, hogy hiába kerestem? Eltűnt? Vagy baj érte? Legalább Józsuék írtak volna valamit. Istenem, mit tegyek? Anyám, én azonnal Pestre utazom, én ezt nem mérom. Ne. Csomagolok, még elérem a délutáni gyorsot. Ne, várj! Hova sietnél? A dolgoknak sose jó elébük sietni. Lehet, hogy valami apróság az egész. A fiad volna rád a legmérgesebb a Pesten, meglátna. Nem gyerek az már. Úristen! Nézz! Ott jön Imrus. Imruskám, hogy nézel ki? Milyen sápat vagy? Mi történt veled? Anya, én egy haszontalan utolsó ember vagyok. Elvesztettem a becsületemet. Szörnyűségeket beszélsz. Hogy vesztetted volna el a becsületedet? Váltót hamisítottam a Döme bácsi nevével. Én. 1000 koronáról. Istenem, miért büntetsz engem? Döme bácsi mindig a jó tevőnk volt. És Döme tud erről? Schöpringer mindent elmondott neki. Jaj. Te higgyétek el a pénzt, én nem magamnak, én folyóiratot akartam, én szép gondolatokkal. Most már vége, mindennek vége, a halál fia vagyok. Megjött a fiatalul. Szervusz, bátyó. Dudu, menj ki innen. Ide nézz, új Flaubertot kaptam Döme bácsitól. Igazi puska, nem hiszed? Látod, hogy átvitte azt az ócska vedret? Szép puska. Jó puska. Hadd csak ide egy kicsit. Úristen! Imrus! Mit tettél? Kisfiam! Megölte magát! Az én egyetlen szerelmetes gyermekem! Miért tette? Miért? Miért? Az életünk tele van kényszerű cselekedetekkel. Akartam én egyáltalán férjhez menni? Miért mentem férjhez Miskához? Mert mama akarta. Mert Miska alkalmas parti volt. Mert nem szabad elhalasztani a kínálkozó lehetőséget. Mert véllánynak maradni rosszabb, mint tükör. Nénik és naptár intettek. Mert minden nap kevesebb a kilátás, és mit szól a világ, ha nem megy férhez a lány, és mert pénztelen lánynak örülnie kell, ha viszik. Akartam én Gyulával a Csörgetótól Itáliába szökni? Miért mentem vele mégis? Miért? Mert kötött a kényszer, a szituáció, a megoldhatatlan helyzet. Imrus is csak valami ilyesmiért tehette ezt a szörnyűséget, ó Istenem, meddig vergődünk még békjóinkban, átuk ül rajtunk. Mi nem az élet gyermekei vagyunk. A legkisebb érintésre visszahullunk, visszabújunk a földbe, amelyben végtére is csak megrohadni lehet. Virágként kellene hajtanunk,
sudár szárba szökkenve az ég felé. Ó, mi szerencsétlenek, ó, mi nyomorultak. Miért nem tehetünk semmit szabadon? Mi van az életünkben, amire máshogy gondolhatnánk, mint szégyennel? Nelly? Nelly, hol vagy? Itt vagyok, anyám. Elment már az orvos. Igen. És mit mondott? Kitisztította a sebet. Azt mondja, a csontot nem ért. A vállán ment keresztül a golyó. Megmarad? Ugye megmarad? Én ezt nem élném túl. Biztosan jó, megmarad. Isten. Az orvos is mondja, a válsebe begyógyul. Csak amit a lelkébe kapott sebet. Itt fogom őrizni. Itt ülök az ágya mellett. Anyám. Igen. Anyám. Igen. Hol van? Itt vagyok, kisfiam, itt vagyok. El akartuk törni az ugart. A magyar ugart. Nyugodj meg, édesem, meggyógyulsz majd. Szégyellem magam. Nagyon szégyel. Á, most ne gondolj ilyenekkel. A pénzt. A váltóért a pénzt. Azt én már postára tettem. Azzal semmi dolgod. Most meg kell erősödnöd. Talpra kell állnod. Aztán visszamész, és vizsgát teszel. Tanár leszel. Ezzel tartozol nekünk. Nem halhat meg az ember, amíg adóssága van. Is, az élet folytatódik tovább. Nem a nagy élet, hanem csak az egyszerű, közönséges élet. A halál fiai is élnek. Noha alig érzik életük parazsát a sűrű hamu alatt. A gondviselés macska módra játszik életünkkel, de az utolsó pillanatban mindig egérutat hagy. Imrus egérútja egész a határ szélig vezetett, az erdélyi havasok alá. Sátordi Imre az erdővári főgimnázium helyettes tanára lett. Tanítványai nem sokkal fiatalabbak nála, s talán már sokkal okosabbak, de tiszte őt már férfivá és emberré emeli. Imrus megtanulta az okosságot és a hallgatást. Elnéző volt az emberek gyengéi iránt, jól megfért kollégáival, alkalmazkodott a rendhez és szokásokhoz, s magába folytotta lázadozó véleményeit. A magyar kultúra, mely Pesten szegénynek és elmaradottnak tűnt, itt már erőt és nemességet jelentett. Bethlen Gábor és Kemény Zsigmond földje volt ez, s Imre római polgár a Vad provincián. Asztalára egy új folyóirat első számát tették. Nyugat volt a címe. Olyas forma volt, mint az általuk elképzelt Tűz című lap. Csak ennek kékes-szürke borítólapján a száműzött kuruc írdogált Mécsese mellett. Akihez ő is hasonlított.
Babits Mihály regényét rádióra alkalmazta Moravec Imre. A harmadik rész hangzott el. A szereposztás a következő volt. Dr. Hintás Gyula, Básti Lajos, Cenci, Sulyok Mária, Nelli, Vaséva, Döme bácsi, Kis Ferenc, Jozsó bácsi, Gregus Zoltán, Sapringer úr, Izsóf Vilmos, Imrus, Fodor Tamás, Sanyi, Bálint András, Gitta, Tirring Viola, Noémi, Pécsi Ildikó, Pincér, Regős Péter, Dodó, Olasz Gyuri, Epilógus, Tallós Endre. A technikai munkatárs Stuhl Béláné és Váci Györgyné volt. Zenéjét Török Etel állította össze. Szerkesztő Szabó József. Rendezte Cserés Miklós doktor. A hangfelvétel 1970-ben készült.